Semmit nem látok belőletek. Jó estét kívánunk! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Puzsér versus Szirmai, a szakállak háborúja, és azon belül is a top 10 leggyűlöletesebb filmi fajcímű előadás. Egy kicsit arról, hogy aki nem pontosan tudja, mi lesz itt. Összesen, hát olyan műfajokról fogunk beszélni, tehát nem az, hogy horror, meg művészfilm, hanem az a vérnyalogatós, vérpornófilm, horrorfilm, és az az igazán nem szeretlek téged művészfilm. Tehát leszűkítettük ezeket a műfajokat úgy, hogy egy kicsit önkényesek és egy kicsit specifikusabbak legyenek. Azt vizsgáltuk, hogy mi a legirritálóbb a mi számunkra egy filmben, és azt elneveztük műfajnak. Természetesen ilyen műfajok nem léteznek, de mi annyira utáljuk őket, hogy hajlandóak vagyunk műfajoknak hazudni őket, csak azért, hogy egy este adózhassunk az okmocskolásának. Belülőjön, szívőjön. Igazából magát a rendezvényt is olyan 3-4 órásra terveztük. Lesz egy szünet az 5. műfaj után, ami egy ilyen jó 20 perces lesz. Patukosra tervezzük, hogy tudjuk aludni is ma este. Igazából? Hát a koncepciónknak a lényege az volt, a kezdetétől fogva, hogy a kettőnk egyébként azért érintőlegesen hasonló, de részleteiben mindenféleképpen különböző tendenciáit egymással nem kibékítve szolgáltassuk ki a számotokra. Tehát nem az a cél, hogy mi itt egy nagy közös konszenzusra jussunk, és hogy elmondjuk nektek, hogy ti mit gondoljatok erről, hanem hogy felvázoljunk szempontokat, ami bennetek álljon össze eleinte egy anarchiává, és aztán később egy rendszerré. Hogy ez a később ez mikor lesz, hát reméljük, hogy mi ma este, de semmiféle garanciát ezért nem vállalunk. Így van, és ezt páran kérdeztétek is tőlem, szóval nem konkrétan versus, tehát aki arra vár, hogy ezt az asztalt megfogom és megtámadom veled. Robit, nem valószínű. Nem, ez egy nagyon-nagyon jól bejáratott marketing hazugság, hogy Puzsér versus Szirmai a végső összecsapás. Ez. Éljen a Predator ellen, bárki győz, te veszíteni fogsz. És ennek szellemében rögtön térjünk is rá a 10. műfajra, amely az, hogy 10. azt nem azt jelenti, hogy, tehát, hogy ez egy olyan listán a 10., amelyek a leggyűlöletesebbek. Tehát már eleve rühelyük. Tehát ez minden más összevetésben ez nagyon szar. Ebben az összevetésben majdnem nagyon-nagyon-nagyon szar. És ez pedig a hentelős horror. Tehát nem az a horror, félreértés ne essék, az a pszichohorror, ahol szamara kilép a televízióból. Nem, mert az olyan, az túl spirituális ahhoz. Nem. Azt szeretjük, amikor az acél belehasít a húsba, és belső szerveket, meg így zsigereket lehet kitépni belőle. Tehát ez az a jó öreg hentelős horror, ezzel szállal kötődően az Amerikai Egyesült Államok filmiparához. Hogyha megfogalmazhatok ezzel a műfajjal kapcsolatban egy alapvetést, akkor az én részemről, hogy ahogy kultúrember nem eszik patkányt, úgy nem néz hentelős horrorfilmet. Én igazából úgy látom, hogy nekem is ezt, vagy ilyen téren kéne állást foglalnom, hogy igen, ez primitív, és ez buta, és ez borzasztó. Nagy részt az! Oké, szóval nem próbáljuk azt hazudni magunknak, hogy ebben bármiféle mélység van. Kivéve egy-egy példát. Ilyen például a Fűrész 1, ami számomra az egyik legjobb film ebben a műfajban, pusztán azért, mert egyrészt úgy van felépítve, mint egy ilyen szimpati dráma. Tehát, hogy a katonában játszanák, én kinézném belőle a szart. Egyszerűen már vettem 3 jegyet. Dialógusokra épül, karakterdráma, megismerjük őket, pánikolunk, a Csehov fűrészeként ott van a fűrész, ami benne van a címben, miért nincs benne a filmben, a felénél megjelenik, valamit fűrészeljetek el vele, könyörgöm, az ember ott vár, hogy mi lesz ebből, és hát nyilvánvalóan így ezt a brutalitást, ami a film végén spoiler alert levágja, ugye a úriember a lábát, ezt úgy éljük meg, mint egy részét ennek az egész narratívának. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a továbbiakban fogunk nézni borzasztó filmeket ebből a műfajból, és én itt határoznám meg az egyetlen lehetőségét, hogy ez a műfaj valamilyen szinten
élvezhető legyen egy kultúrlény számára, hogy, hogy beleépíti a narratívájába a brutalitást, a része az üzenetének és az eszköztárának. Igen, ez általában nincs. Nos, hát az az igazság, hogy a Fűrész című film az egy kamaradráma volt, amely beleszaladt egy hentelős horrorfilm külsőségeibe, és itt van a hangsúly, hogy külsőségeibe. Tehát aztán jött a Fűrész 2, a Fűrész 3, a 4, az 5 és a Fűrész 6. És 7. Igen, és ezek egyre mélyebbre és mélyebbre rántották le a sárba ezt az eredetileg jobb sorsra érdemes filmet. Az az igazság, hogy ez egy olyan műfaj, tehát tulajdonképpen az egyetlen műfaj, az összes filmes műfaj közül, ahol a paródiákat komolyabban lehet venni, mint azokat a filmeket, amelyek az eredetiek, amik alapján a paródiákat készítették. Tehát, hogyha a gonosz halottra Evil Dead, van itt valaki, akinek mond valamit az Evil Dead? Alkonyattól Birkadatig. Ezek hentelős horror paródiák, ezek a filmek a jobbak a műfajból, míg az eredetiek azok a legutolsó, legaljadék trash filmek. Tehát, hogy tudtok még egy olyan műfajt mondani, ahol a paródiák minőségibbek, mint az eredeti? És ha belegondoltuk, hogy például a Leprechaun, nem tudom, hogy milyen magyar a címe, de Manó, egy kis zöld Manó, triciklin támadja be az embereket, szíves, és ugye megvan az első film, az emberek lerakták, jó, hát ez vicces, röhögünk az egész műfajon, fány, kell még. És el kellett kezdeni komolyan venni, hogy egy ekkora Manó zöld ruhában, egy késsel a kezében embereket gyilkol, mert ellopták az aranyát. Tehát hogy igazából itt van, hogyha sikeres a paródia, azt is el kell cseszni mindenképp. Nem tudom, ha valakinek ellopják az aranyát, és így rögtön gyilkolni kezd, az valószínűleg pszichopata. Tehát ez tényleg el kellett lopni az aranyát ahhoz, hogy gyilkoljon? Mert addig jó, egy ilyen nagyon szociábilis, egy ilyen nagyon, tehát ez a békés egymás mellett élés apostola volt. De ahogy ellopták az aranyát, rögtön embereket beleszki, és így tépi ki a belső, sikereli a belső szerveket. Nehéz elképzelni. Tehát tőlem is loptak már el dolgokat, és hát még mindig nem a csillagban ülök, véletlenül. Tehát az automat kétszer, két automat lopták el, passza meg. Már mit kellett, már hány embert kellett volna, hogy fölhenteljek? Azt javaslom, hogy az említett Fűrésznek, tehát azt nézzük meg, ahogy a Fűrész című filmet, mint koncepciót és mint brandet lerántották a sárba, de ez még csak a második rész volt. Ott meghembergették, ez volt a harmadik rész. Aztán ott kiszedték a beleit, a nyaka köré tekerték, ez volt a harmadik, de mi a hatodik részből fogunk nektek mutatni egy jelenetet. És most egy inzulin injekció. Azért annak őszintén örülök, hogy magyarul tekinthetjük meg ezeket. Annyit hozzá, az ön családja nem preferálná nyilvánvalóan, hogyha az anyukát feladatnák egy szöges trótra. Nem kifejezetten örülnének neki. Gyere! Ja, Istenem. Igen. Még egy kicsit többet erről a filmről, azért az fontos. Úgy kezdődik a hatodik rész, hogy ugyanilyen játszma folyik, és egy fekha nőnek le kell vágni a bal karját. És emlékeztek el, az első részben még ez mekkora dolog volt, tehát ott így, úristen, le kell vágni a bokáját, ez borzasztó, Jézus, mert egy egész filmen keresztül készültük erre pánikra. Most már ez egy hétfő reggel. Megint azt mondta az orvos úr, hogy fogyjak 5 kilót, ezt most kidobjuk. És itt is ugyanez, hogy egy kondikép, rákötnek két embert egy kondiképre, és hogyha, na lássuk meg, hogy milyen erős a mellizma. Melyiket tudja megtartani? Borzasztó, bagatelizálása a gyilkosságnak már. Ja, Istenem. A horror az egy olyan műfaj, amit a Hitchcock know-how teremtett. Tehát tulajdonképpen az egész műfaj a Hitchcock köpönyegéből bújt ki. Hogy hogyan kell a kamerával bánni, hogyan kell a zenével bánni, hogyan kell eleve a dramaturgiával bánni, ezt a Hitchcock találta ki tulajdonképpen. És csak az a gond, hogy ma már jóformán semmi normális sztorit vagy közlés nem emelnek be mellé, hanem marad ez a húsba hatoló kés. És
a fűrész az ehhez annyit tett hozzá, hogy így megpróbált emelni valami nagyon magvas filozófiai gondolatot, és az körülbelül úgy hangzik, hogy ugye milyen jó volt, amíg egészséges voltál és minden rendben volt? Kellett baszakodnod? Na most megnézheted magad. Most már értékeled az életedet most, hogy szarba vagy, mi? De most már késő van, mert más ember meg rákos. Én például. Úgyhogy most kibaszok veled. Ez nagyon mély. Tehát, hogy az a... De tényleg az a Beketti, Samuel Beketti sem elindigálni ezt a UNESCO, ezt a mélységet, bassz meg. Tehát, az a szörnyű ebben, tehát ezekben a filmekben, hogy vagy úgy kell rájuk tekintenünk, mint Ukrin Benedekre, vagy a Korda házaspárra, vagy pedig tényleg forduljunk pszichiáterhez. Mert igazából ez a két reális alternatíva van. Tehát vagy röhögünk rajta, mert ezt nem érdemes komolyan venni, tehát egy ilyen helyzetet. És hogy most megmérlek téged erkölcsileg. Tehát most és ez egy olyan erkölcsi dilemma, hogy így fölvetem neked, hogy te hogy döntenél ebben a helyzetben, és ennek az elméleti dilemmának az oltárán két embert mindjárt föl is áldozunk. Csak úgy. És az is fontos azért, hogy ki áldozza föl őket, szóval nyilván van az elsőben igen a rákos ugye, mert azt valamilyen szinten azért én filozófiailag elfogadtam, érdekes, durva, rengeteg a jobben, whatever. De az úriember már elég halott. Ez már az unok a húga, vagy nem is tudom kicsoda, tehát hogy maga az a motiváció ez az egész filozófia mögött eljutott odáig, hogy ennek az embernek minden családtagja pszichopata gyilkos. Tehát ugye a következő részben esküszöm lehet, hogy nem, mert nem, ezt nem vállaltam be azért a hetet. Szóval hatnál meg kell tenni, de hogy már az unokája, már a kislány, már jön még egy generációnyi gyilkos, aki eddig jutott a filozófiában, hogy ha nekem szar, akkor legyen nektek is szar. És ezt meghallották, és azt mondták, hogy csatlakozunk, főnök. Na, ez simán. De tényleg, hogyha belegondoltak abba, hogy a Hitchcocki hagyatékhoz hogyan viszonyul ez a trash, tehát ez a szemét. Körülbelül úgy, hogy van ugye az automotorsport. És akkor ennek van az amerikai, népszerű amerikai változata, ezeknek az ilyen középnyugati proliknak, az ilyen hatalmas kerekű autók, amik így átmennek más autókon. És akkor azokat átmennek, hogy wow, ez igen, micsoda szórakozás! Mondják a nagyon rossz ízlésű amerikaiak. De nem is ilyen barbecue-s, ilyen csirkét zabálnak közben. Tehát így ezt képzelve, vagy hogy így van a harcművészet, és ahhoz képest van a pankráció. Hogy így Amerikában minden műfajnak ezt a trash változatát ezt sikerül legyártani. Tehát most ez az autóverseny nem arról fog szólni, hogy kiért gyorsabban a célba, hanem hogy egy ilyen buzi nagy keretű kocsival rámegyünk a kisebbre, és szétbasszunk. És jó lesz, nem gyorsan, lassan, de nagyon! Hangosan, rockzenére. Ja. És igen, hát és az a szomorú, hogy sajnos erre ugye igény van. Menjünk is tovább, mert igazából ugye most azt a részét firtattuk ennek a műfajnak, ami egyszerűen csak trágya. Tehát, hogy fetisiszta szinten viszonyul a vérhez, és fröccsög, és üvölcs, miközben fröccsög az arcodban a vér, és stb. De van egy rosszabb része még ennek a műfaj változatnak, az, amikor rettenetesen buta. Ugye ahhoz, ilyen rendszert kialakítani, munka. Rengeteg lyukat kell betömni. Tehát, hogy miért nem telefonálnak, hol a telefon, miért nem találják meg a rendőrök, műholdak, whatnot. Nem foglalkoznak ezzel a részével, és így kialakulnak olyan filmek, amiben olyan felháborító logikai gigszerek vannak, de olyan szinten, hogy semmi más, nem hallod a filmet, mert üvöltesz a székben. Vedd föl a telefont! Kérdezd meg, hogy merre kell menni. Az öreg csóka ki van vágyva az egyik szeme. Ha azt mondja, hogy ne menj az erdő mélyére, ne menj az erdő mélyére! Ne, menj haza! Ez a nyaralás, ez el van bassza. Vége. Úgyhogy nézzünk most egy ilyen szinten elrontott szériából egy részletet, a jobb sorsa érdemes kocka harmadik részét. Nos. Ennek a filmnek az eredetie a kocka. Minden idők egyik legjobb filmje. Nem úgy fogalmazok, hogy a műfajon belül, hanem műfajtól függetlenül. Ez egy olyan mélységű egzisztencialista kamaradráma, amilyen mélységű az óceán a Marianna ároknál. És ebből sikerült ezt a mocskot, ezt
legyen átkozott, aki kimondja azt a szót, hogy kocka egy. Láttad-e a kocka egyet? Mert a kocka egy az feltételezi azt, hogy van kocka kettő és van kocka három. Nem. Van a kocka, meg vannak ezek a dögletes szarok. Tehát ezt kell látni. Egyébként a kocka az egy kanadai film. Ezek a mocskok, ezek meg már hollywoodi remékek, amelyek további részeknek hazudják magukat. Ugye a kocka, ha valaki látta, az arról szól, hogy a kocka az a létezésünknek, a földi életünknek az allegória, egy művészi allegória. Ebben a filmben meg már jelenetek vannak kívül a kockán. Az eredeti film szellemiségének az olyan mértékű meggyalázása, vagy fogalmazunk úgy, hogy az olyan mértékű meg nem értése, tehát olyanok remékelnek egy filmet, akik nem is értik az eredetit. Tehát, hogy annyira jellemző egyébként, hogy amerikaiak a remékek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ebben a műfajban mennyire az amerikai erő és erőszak kultusz fejeződik ki. Tehát az talán nem véletlen. Annak ellenére kanadai. Hogy? Annak ellenére kanadai. Az eredeti. Az eredeti. Még ez is? A második és a harmadik is kanadai? De nem a, és nem a Natali rendezte, hanem újabb kanadai rohadékokat találtak erre, hogy yeah. Erre a célra. Ezzel nem ásom alá azt, amit mondasz. Bocsosszem, mint állatok. Kanadai rendeket. Azokat, ahol ezek laknak, azokat csatolják már Amerikához. Egy múlva rá. Vajon véletlen az, hogy a texasi láncfűrészes? Tehát nem véletlen az, hogy nem a katalóniai láncfűrészes? Vagy a észak-rajna-vesztfáliai láncfűrészes? A brötányi láncfűrészes? Tehát én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Miért Texasban hentel valaki egy láncfűrészsel? Ez nyilvánvalóan nem véletlen. Kocka. Véletlenül, én azt megemlíteném, hogy nem tudom, hogy láttátok-e ezt a zoom-int, amikor így a félvágott torzóra így nagyon közel mentünk. Tehát amikor valaki kutatja a pornó forgatás művészetét, tökéletes. Tehát ez egy kifogás, azért most menjünk közel. Igen, és ilyen érzéki zoom-in közel. Igen, ott még egy kicsit fröccsögjön. Jó, rogássátok ki. Nagyon jó, vágjuk el, következően. Jó, csak minek van, aki erre recskázik? Tehát én tehát, hogy miért zoomol rá, hogy egy de ez a flash porn? Tehát, hogy egy csonk. Élvezd ki. És a szerezd meg DVD-n is, ki ismerevítheted. És akkor menjünk tovább, mert ugye a külső részek is parák. Nem volt benne elég abból a párbeszédből, amit hallgathatunk nyilvánvalóan 40 percen keresztül. Két úriember beszél, mit mond, miért mi volt az első, amit mondtam erről a munkáról. Megkérdezzünk kérdéseket. Később kiderül, hogy nem tudják, hogy kerültek oda. Engem érdekelne, hogy kerültem oda. És így jó, bocs, oké, mindig felhozom ezt, tudom. Jó, csak az első részben ez a kérdés, első részben, atya úristen, el vagyok áldozom. Mondtam magamra egy átkotos, már megbaszhatom, mindegy. Na, szóval a kockában az, hogy kerültek oda, az a legmélyebb egzisztenciális kérdés, és egyenértékű és egyenjelentésű azzal, hogy mi hogy kerültünk ide. Tehát, hogy kerültünk erre a bolygóra, hogy kerültünk ebbe az életbe, nem kaptunk használati utasítást, mit keresünk mi itt, és ennek a helyzetünknek, ennek az életbe, sorsba, testbe, bolygófelszínre vetettségünknek a művészi metaforája a kocka, és ez lett belőle. Hogy kaptam ezt a munkát? Nem tudom. Hol van a két kollégám? Az egyik nyaral, a másik beteg, azt hiszem. Jó. És letudják, és igazából erre akartam ezt a részét, számomra ez a legfontosabb benne, hogy nem tudod úgy nézni ezt a filmet, hogy nem üvöltözöl a karakterekkel, hogy esetleg érdekeljen, miért nem láttad a külvilágot hónapok óta. Így beszélgetően, hogy hát mikor voltál te kint? Hát már nem emlékszem. Para! Fos! Vegy egy csóka, fel van vágva a fél arca, ilyen lézer szeme van, és így, jó, megtennél, úrjám, még ilyen furán is beszélni, megtennél, hogy egy leüléssel megcsinálj, azt így mondok magának. Persze! No, para! Ott van mögötte nyitott lift, én nem szalamok el, borzasztó. Tehát, iszonyatosan mentális sérültéket tenni a karaktereket ahhoz, hogy bármilyen szinten el tudjuk fogadni ezt. Ahhoz, hogy a nézőket is mentális sérülté lehessen tenni. Így igaz.
Nos, azt gondolom, hogy ennek a mocsoknak elég időt szenteltük így is. Lépjünk tovább a 9. leggyűlöletesebb filmes műfajra, ezek pedig a tolerancia kampányfilmek. Oh yes. Tolerancia kampányfilmek, amelyekről azt kell tudni, hogy ezek politikai filmek, ezek politikai propaganda filmek, de Hollywood van olyan sunyi, hogy ezeket mindig valami sztoriba ágyazza, és állítólag az az érdekes. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy az a minden idők, vagyis hát az amerikai haditengerészek, tehát minden idők egyetlen. Ugye, hogy ez jó? És itt totálkos. Jó, mindegy, ennyit tovább. Erről nem beszéltünk, pedig van egy pozitív példánk a... Méghozzá a te kedvenced. Igen, én ezt zavános nem mondom, baromi gyorsan, hogy miért egész jó vagyok. Ennek a filmnek a lényege az, hogy azt parodizálja ki rendkívül eredményesen, hogy mekkora irgalmatlan vaságokkal lehet elmenni egy ebben a fajban. Tehát, hogy amikor bemegy egy rakás, szofisztikált, tanult ember az erdő mélyére nyaralni, ugye szociológus az egyik, a másik az egy politológus, vagy ilyesmi, majd betecskendeznek egy gázt a hátba, amiből mindenki teljes retardát lesz. És elmondja, dobjunk, és igen, menjünk ki egyedül az erdő közepére, hallottam valamit. Itt hagyom a mobilom, várj meg itt! És elkezdik ezt a parodét, és azt mondta, hogy jó, oké, ez vicces, persze, ezt én is mindig észrevettem. Mennek tovább, megjönnek a szörnyek, megvan egy párat, többen túlélik. Aztán bekerülnek arra a helyre, ahol a szörnyeket tárolják, mert tárolják egy helyen a szörnyeket, és ott van minden mitikus élőlény is kitalált aberráció. Kiszabadulnak, kiírnak mindent, megjelenik Sigourney Weaver semmiből, elmondja, hogy azért vannak ezek itt, mert istenek adnak a föld alatt, és nekik kell véráldozatot adni, és a végén tényleg istenek vannak a föld alatt. Zseniális az, hogy amikor eléri a következő pontot, amikor azt gondolod, hogy ennél nagyobb fasságot nem lehet csinálni, és megcsinálja. Azt hiszem, hogy az egész hentelős műfajnak ez az eszenciája, hogy amikor már nem lehet rosszabb, de egy kicsit lehet még rosszabb. Oké, bocsánat, térjünk, menjünk akkor tovább. Én mindig meg voltam győződve arról, amikor néztem a videoblogodat, hogy te előadod normál tempóban a szöveget, és utána fölgyorsítod. És most kurvára csalódnom kellett. Ezt te élőben is tudod, ez azt jelenti, hogy nem gyorsítottad fel soha. Jó, hát egy tanulsággal ma is gazdagabb vagyok. Nos, tehát vannak ezek a mocskos politikai kampányfilmek, amelyeknek semmi más céljuk és jelentőségük nincsen, mint az, hogy a hatalmat és a hatalmi ideológiát alátámasszák. Ténylegesen, erről van szó. Na most minden korszaknak megvolt a maga politikai, ideológiai közlése. Ahogy megvolt annak idején a nácizmus idején az volt a nemzeti szocialista ideológia, vagy tudományos fajelmélet, így is hívták akkor, ami később a marxizmus-leninizmus, vagy a dialektikus materializmus, akkor azt később így hívták, úgy a mai rendszernek is megvan ez az ideológiai követelményrendszere, és ideológiai alapvetése, és ez a PC, ez a tolerancia, aminek a lényegét én úgy tudnám összefoglalni, hogyha felolvasnék nektek egy szöveget, mégpedig annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy miért mondom ezt. Tehát miért mondom azt, hogy a tolerancia, nem azt jelenti, hogy a nem tudom, fogyatékos embert az utcán ne rúgjuk föl, tehát ne rúgjuk bele. Tehát ennél azért több más jelent. Tehát, hogy nem, tehát ez tényleg egy rendszerideológia. Hogyha megengeditek, akkor felolvasnám ezt a szöveget, amelyet voltam bátor megírni, és elhozni ide azért, hogy értsük egymást, és értsük azt, hogy miért beszélünk propagandafilmekről. Korunk legintenzívebben diktált életvezetési elve a tolerancia. Nagyon fontos szó ez, hétköznapjaink ideológiai alapvetése, mely környezetünkhöz való viszonyunkat meghatározóan befolyásolja. Ez a szó az általános használatban és fogalomalkotásban a másság elfogadását, tiszteletét jelenti. Az a kijelentés, hogy nekem bárki másságát tolerálnom kell, alapvetően kirekesztő és megbélyegző. Ez szerint az,
aki bármilyen tekintetben más, mint én, az én toleranciámra szorul. Miféle alapom van nekem ahhoz, hogy bárki származásbeli, vallási, vagy akár szexuális érdeklődését érintő másságát toleráljam? Vegyük példaként a homoszexualitást. Mi közöm nekem ahhoz, hogy két bajuszos, szőrös, izzadt férfi mit kezd egymással egy panellakásban? Hogy vetődhet fel az, hogy én azt tolerálom-e vagy sem? Ahol a tolerancia kérdését jogosan vethetném fel, az a saját lakásom. Ez már valóban tolerancia kérdése. Vajon tolerálom-e ezt a homoerotikus folyamatot bensőséges otthonomban? A tolerancia szó bevett és általános használata tehát alapjaiban értelmetlen, primitív és intoleráns. Miféle erkölcsi elv a másság tisztelete? Miért lenne értékesebb a másság, mint az egyformaság? Hol van ez megírva? Milyen érvek szólnak mellette? Én egyet se ismerek. Az én szememben a másság önmagában cseppet sem tiszteletre méltó, ahogy a hasonlóság sem az. Ami tiszteletre méltó, az az ember. Olyanságában amilyen. Bőrszínétől, vallásától és szexuális identitásától függetlenül. Ennek azonban semmi köze a toleranciához. Ezt humanizmusnak hívják. A földet a fehér ember uralja. A világban felhalmozott javak nyomasztó többsége fehér emberek tulajdonát képezi. A fehér ember leigázta, előbb államközileg, majd gazdaságilag gyarmatosította valamennyi kontinenst. Rabszolgamunkára fogta a világ szinte valamennyi más rasszhoz tartozó népét. Talán, hogy e tényből származó ránézve cseppet sem hízelgő következtetésekről elterelje a figyelmet, talán bűntudatból, minden esetre a fehér ember kiötölte ezt a végtelenül visszataszító és képmutató propagandát, a tolerancia kampányt. Még a legfelszínesebb hollywoodi komédia sem képzelhető el a kötelező tolerancia kampánykörök nélkül. Olyan ez ma, amilyen az államszocializmus idején a hírhet vörös farok volt. Mindegy, hogy miről szólt egy írás, csak akkor jelenhetett meg, ha a szerző szánt benne legalább egy bekezdést a marxizmus-leninizmus méltatásának. Lévén ez volt akkor oda uralkodó ideológiája. Épp ami ma a tolerancia. A fehér ember, aki a föld javainak szinte kizárólagos birtokosa és haszonélvezője, teleharsogja a világot, hogy mi mindannyian, ahány fajtájúak csak vagyunk, minden nagy családhoz tartozunk, ezért tiszteljük és becsüljük meg ezt a sokféleséget. Lássuk csak, melyek a más fajtákhoz tartozó népek megbecsülésének jelei? A napi 16 órás munka? A gyermek munka? A havi $2 munkabér? Esetleg az esővíz privatizációja és kereskedelmi értékesítése? Valóban egy család vagyunk? Ki bánna így a családtagjaival? Csak is az, aki elsajátította a szabadpiaci liberalizmus életelvének, a toleranciának a valódi jelentését. Toleráld, vagyis hagyd békén, semmi között hozzá, nem vagy felelős érte. A tolerancia így válik a türelem imperatívuszából az elidegenedés és a kizsákmányolás ideológiájává. Wow. Igen, én ezt annyival egészítem ki, hogy abszolút egyet értek azzal, ami most elhangzott, azzal kiegészítése, hogy nagyon egy kalap alá veszed a fehér embert. Ami az indiánok szempontjából nyilván sokkal egyszerűbb és jogosabb is. De igazából a tolerancia hirdetése az egy csomó szempontból olyan szinten fontos, hogy például ahogy a gyerekek ugye nem nagyon nincsenek nagyon tisztában azzal, hogy mi, ki, mi, miért más. Erre van egy nagyon kedves történetem, én nagyon kicsi gyerekként konkrétan emlékszem, azt hittem, hogy fek a gyerekek csak úgy lesznek. Tehát ahogy a hajszín, úgy megszületik néha egy csoki gyerek így a családban. És ez szerintem a legaranyosabb dolog valaha. És igazából itt ragadnám meg, hogy ahogy a gyerek nyilván elsajátítja azt, hogy a másikat utálni kell, mert valahogy pozícionálni kell a saját személyiségét, whatever, erre különböző úton módon a társadalom rátanítja, úgy én fel kell venni ezzel ellen a versenyt, én úgy gondolom. Na most én abszolút ugye ezek mellett az érvek mellett és ezek mellett az elvek mellett vagyok. Ezt tudjátok ti is, videóimban rengetegszer hangoztatom ilyen-olyan meglátásomat a toleranciával kapcsolatban. Viszont ezért nagyon furcsa, hogy mindegyik tolerancia kampányfilmet, mindegyiket, ami erről szól, borzasztóan tudom utálni. Borzasztóan, és majd kitérünk majd az életre valókra, de amiért ki fogtok kergetni azon az ajtón, de
De alapvetően de ezek a filmekkel számomra az a baj, hogy egyszerű. Az első film, amiben nem sokára nézünk egy részletet, ugye a Man of Honor, amiben egy feka úriember megküzd a rasszizmussal, rasszista látásmóddal, és eléri a kívánt pályáját. De most ez a feka úriember, ez egy tökéletes. Ez tökéletes. Nincsen benne semmi baj, jóvágású, jókiállású, kis szabad idejét is a könyvtárban tölti, és az összes ilyen toleranciafilm erről szól, hogy olyan erő, annyira jó, kár, hogy fekete. Ez a probléma. Ez elvisz egy másfél órás filmet a hátán, hogy küzdje le, hogy fekete. Lehetne egy kicsit fehérebb, uram. Borzasztó. Tehát, hogy ezek létező problémák, ezek létező pontjai a történelmnek, ezekkel foglalkozni kell, és meg kell őket beszélni, és meg kell tanítani az új generációt arra, hogy hogyan kezelje ezt megfelelően. De nem ilyen irgalmatlanul sarkított, totál használhatatlan meseszerű példákkal. Szerintem akkor nézzük is az első bejátszást, ez a Man of Honor. Férfi becsület. Férfi becsület. Ilyen egy jogállam. Tehát ahol engedjen be, vagy álcsúcson vágom, alapon bemegy, majd ön volt az, aki 4 percig nem kapott levegőt, és mégis itt van, 5-ig uram maradhat. Ez igen. És a becsület, ami egy hagyomány. Az egy nemzeti hagyomány, a becsület. Vannak jók is, rosszak is. Hát vannak rosszak, például, hogy viszonylag ritkán mosunk lábat, de vannak a jók, a becsület. Tehát ezek tisztességtelenség, meg korrupció, ilyen hagyományok nincsen. Igen, és azért, ahogyha megyünk tovább, sajnos az arra már nem volt idő. Ahhoz, hogy visszahelyezzék Búbárnak, meg kell tennie egy nagyon-nagyon nehéz ruhában 12 lépést. Engedik, behozzák a ruhát, és a bíróság előtt végig kell lépnie, mint egy óvodás. Írd le 50-szer, hogy lépjél 12-t. És ahhoz, hogy visszahegyezik a haditengerészethez, majd azonnal leszerelhessen, és hazamehessen békével. Hogy az, aki ezt a filmet írta és rendezte, ismeri azt a szót, hogy lelki béke? Hogy valahogy embernek ahhoz kell a lelki béke, hogy 8 nyugger előtt egy fél lábbal, úgyhogy fekete, tehát kevesebb fényt ver vissza, nehéz buvár ruhában megtegyen 12 lépést, és ha 11,5-nél összeesik, akkor a egész kurva életére elbaszta. Sose lesz lelki békéje. Tehát 12 lépés neked, és hogy ilyen a jogrend Amerikában, hogyha megteszi a 12 lépést, akkor azt mondják, hogy visszajelezzük, de ha csak 11-et tesz meg, akkor hát sajnáljuk. Tehát, hogy ez milyen világban, milyen soha nem volt világban játszódik ez a személyiség. Egyáltalán, tehát, hogy, és ez, tehát, hogy ez egy ugyanolyan, tehát, hogy ha hiszitek, ha nem, ez a film, ez úgy viszonyul a mostani rendszerhez, ahogy a Leni Riefenstahlnak az Akarat diadala című filmje viszonyult a harmadik birodalomhoz. Tehát, hogy ez a mai korda a politikai propaganda filmje is. Szó nincs arról, félre ne értsetek, szó nincs arról, hogy az probléma, hogyha egy filmrendező politizál a filmjeivel, sőt, jól teszi, ha politizál, de a hatalom csapos kutyája ne legyen. És ez a film, és ennek a filmnek a rendezője, ez a ennek a demokrata amerikai tolerancia fetisista ideológiának a csavos kutyája, és semmi több, és semmi egyéb, ez semmi más nem, semmilyen más célt nem szolgál, amit zajlik. És azt azért tegyük hozzá, hogy mit tanultunk ebből a filmből. Jó, ti láttátok a lényeget. Mit tanultunk ebből a filmből? Az, hogyha te egy fél lábú feka arcra is búvágodni akarsz, akkor küzdj meg érte. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek ad példát ez a film. Én azt mondom, Robert De Niro meg egy alkoholista. Nézem, hogy akkor most kiről és hogyan kéne példát vennem. Tehát azt akarja mondani, hogy a rasszizmus ellenesség az egy nagyon helyes dolog. És abszolút egyetértek vele ebben. Elbuk, képtelen átvinni ezt nagyon egyszerű üzenetet, mert arra koncentrál, hogy az úriembernek egy lába van, nem arra, hogy mi volt a helyzet abban az időben, mire kell neki, hogyan voltak erre mozgalmak, stb. Ahelyett, hogy a történelmet megmutatná, ahelyett, hogy kiemelni a lényegét és az emberi társadalom fejlődését próbálná egy jobb fénybe bemutatni, azt mondani, hogy Robert De Niro-mat tanult valamit annak ellenére, hogy angolista. Hurrá, hurrá! És ma már nem elég, ha feka.
féllábú feka kell, hogy legyen. Fekát tolerálni? Már 10 éve csináljuk, baszki. Krimpli fekát tolerálni? Hogy kell? Tessék, itt a recept, basszátok. Tehát, hogy ez, és ha az alezredes, akit a De Niro játszik, az nem csak alkoholista, de a film elején keményen rasszista. De aztán talál egy értéket, ami még egy szempontot, ami még az ő rasszizmusánál is fontosabb, és magasabb rendű, és az a becsület. És meglátta, hogy a niggeren belül is van olyan. És erre Amerikában egyetlen egy gesztussal lehet reflektálni. Ez ki is fejezi azt, hogy nigger vagy, de jó katona. Legalább jó katona, ha már nigger. Lábad nincs, de azzal nem is kell szalutálni. És hogy tovább vigyük ezt a vonalat, van egy másik film, ami számomra nagyon rosszul esett. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, volt egy év, amikor Sandra Bullock egyszerre nyert legjobb női Oscar-díjat, és a legrosszabb női Arany Mána díjat. És melyik volt jogos? Találjuk ki együtt, hogy vajon meg, hogy rossz szemmel néztek az ajánlások? Nem, egy irgalmatlan, pocsék elviseltetlen szarkénbe szerepelt, ami viszont olyan tökéletesen az Oscar-díj ízlésére lett összevágva, hogy egyszerűen nem tudták nem díjazni. Az a csodálatos abban a filmben, amiből mindjárt egy részletet megnézhettek, hogy a republikánus konvenció és a republikánus párt elirigyelte a demokratáktól ezeket a tolerancia propaganda filmeket, és azt mondták, hogy nekünk is lesz egy ilyen. Attól, hogy keresztény valaki, ugyanúgy befogadhat egy nigrót, és fölnevelheti. Attól, hogy a republikánus pártra szavaz, attól még nem szükségszerűen rasszista, bár a többség az, de van kivétel, és mi megmutatjuk, nem ezt mondják, hanem hogy egyszerűen a republikánusok is azt érezték, hogy akkora versenyhátrányból indulnak, ha nem gyártják le a saját tolerancia kampányfilmjüket, hogy elkészült a republikánus tolerancia kampányfilm, ez a film a szív bajnokai. Oké, láttátok, nem tudom, hogy figyeltétek, az legalább 4 inspirálóan a távolban néző fehér embert láthatunk a képernyőn, másfél perc alatt, az egész film ilyen. Mindig, hogy bejön ez a feka gyerek, aki teljesen tehetséges sportoló, de nem jut a ideje, és mindig van fölött néz, és én megmentem, én leszek az. Az egész film nem szól más, mint hogy fehér emberek szegény fekasrácra inspirálóan néznek, és a szentjei akarnak lenni. Na most, az még egy dolog, hogy ez olyan gusztustalanul így a fehér bűntudat ellen menő film, hogy látod, nekünk volt egy darab ilyen alkalom, amikor segítettük egy fekasrácnak. Minden oké. Rasszizmus, négerklubak, whatever. Ez megtörtént, ez az egy dolog. És igazából ezért nagyon gusztustalan ez a film. Mert úgy állítja be, hogy ez valami hatalmas teljesítmény, egy borzasztóan gazdag nő befogadott egy fekete gyereket. Félre ne értsetek, tök jó. De ezzel nem lehet megmagyarázni azt az angyali dallamot, és azt az igazi inspiráló érzetet, amit az 100 000 másik elnyomott fekete kéne, hogy érezzen. És igazából egy mondatban tudnám összefoglalni az élményt, amit ez a két és fél óra, Jézus már, érezem be. Egy szobatársammal néztük együtt, és Sandra Bullock, a új Jézus, női testben, beszél a barátnőjével. És elmondja nekik, hogy ennek a fekasrácnak segít, és tök jó. És mondják a barátnőjén, hogy drágám, te megváltoztatod ennek a fiúnak az életét. És ő azt mondja, hogy felnéz, nem. És itt elkezdődik. Ő változtatja meg az enyémet. Hogy lehet ilyen borzal 2011-ben, vagy nem tudom, mikor volt ez a film, ezt még valaki ki tudta mondani. Nem sírt, nem rászkódott a kamera a röhögéstől. Ő változtatja meg az én életemet. Hát köszönjük szépen, fantasztikus, ez valószínűleg igaz sztori alapján tényleg így volt, hogy a milliómos asszonyok egy kávézóban arról beszélt, hogy kinek változtatja meg az életét. Igazán gusztustalan, leegyszerűtő szar ez a film. Mocsok film. És ez a szennyes, kennyes pátosz, ami az egészet így áthatja. És az milyen az a mondás, hogy mint a 600-an, és mint a halálba meneteltek, ez nagyon szomorú. Szomorú,
Az a szomorú, ha nem vesznek fel az egyetemre, és még egy évig tanulnak kell. Az szomorú az. 600 embert lemészárolnak, az nem szomorú. Az borzalmas, az nem hősies, az nem csodálatos. Arra nem úgy gondolunk, hogy micsoda példa. Micsoda példa, hogy 600 embert lemészároltak. Hát ebből meríthetünk. Ebből kell merítenünk. Tehát nem abból kell merítenünk, hogy 600 embernek lett 1200 gyereke. Ne. 600 embernek egy se lett, mert minden rosszul. Ezek azok a szép pillanatok, amikor a vonósok itt beúsznak. De nem. Heroizáljuk a mészárlást. De tényleg. Tehát ebből, erre építsünk egy új erkölcstant. Hogy valaki valahol fönt hatalmi célokból, hatalmi érdekek nyomán elrendeli, hogy el fogsz menni megdögleni, te pedig úgy mész megdögleni, hogy vissza se kérdezel, hogy miért, és megdöglesz. És a 600 közül egy sincs, amelyik azt mondta volna, hogy hát bassza meg, inkább hazamegyek, és inkább csinálok egy gyereket. Egy sem. És ez csodálatos, hogy egy sem. Csodálatos, hogy mind a 600, mint egy birka a vágóhídra menetel. Merítsünk ebből erkölcsöt. Mi ez a mocsokság? Honnan veszik maguknak ezek a szemetek, egyáltalán a morális felhatalmazást erre, hogy ilyenekkel mérgezzék a társadalom lelkét? Most háromféle toleranciával kapcsolatos film van. Van ugye a klasszikus tolerancia kampányfilm. Ezek azok voltak. Ezek a tolerancia kampányfilmek. Van az anti-tolerancia kampányfilm. Az ilyenre a legjobb példa, az a Sacha Baron Cohennek a filmjei. Példa, az nekem az egyik kedvencem például a Bruno. A Bruno az egy klasszikus antitolerancia kampányfilm. És van a harmadik kategória, az intolerancia kampányfilm. Na, ilyen például az Apokalipto. Tehát az intolerancia kampányfilm, amely nem létezett 2001. szeptember 11-e előtt, és amelynek az ikertornyok ledöntése teremtette meg az ideológiai alapját. Ugye miről szól az Apokaliptó? Hányan láttuk az Apokaliptót? Igen, és igazából ott tudjuk megragadni ennek a lényegét, hogy nagyon leegyszerűsítő. Tehát, hogy az inkább, ahogy mondtad, egy csapat barbár, a fehér ember, főleg a republikánus egy megmentő és szandrabulak, és minden borzasztó egyszerű, csak hozd meg a jó döntést, amikor szembe találkozol azzal, hogy iszonyatos sok pénzed van, és ki kell segíteni egy embert, akiből valószínűleg sztársportoló lesz. Szóval ezek azért a nehéz pillanatok, minden nap meg kell nekünk is hozni, úgyhogy gondolkozzunk el ezen. És ezért van az, hogy a jó példaként felhozott filmünk az Életre valók, attól engem ráz a hideg. És egyszer majd csinálok egy listát arról, hogy mi azok a filmek, amiket szeretnem kéne és képtelen vagyok. Ebben a listában lesz kettő, ő az első. Ugyanúgy nem látom benne azt, hogy borzasztó nehéz. Megint azt mondom, hogy van egy gazdag fehér ember, aki egyébként ugyanúgy, ahogy a Man of Honor-ban Twist mozgássérült, egyiben különbözik Sandra Bullocktól, és van az a peka arc, akinek azért a tesója azért banda háborúzik, mert a fekeknek ez igazából ilyen mindennapos dolog, hol van Júli, hát már megint banda háborúzik, de ő összetalálkoznak, és az egyik megtanítja a másikat értékelni az életet, a másik pedig pénzt ad az egyiknek, és ismét csak nagyon fontosnak tartom ezeket a dolgokat. Az én családomban ráadásul volt mozgássérült, és abszolút értem, hogy mennyire fontos lekommunikálni azt, hogy mennyivel nem kell velük külön módon bánni ilyen téren. Nyilván nem az épületek elérhetéséről beszélünk, de hogy emberi szinten nem kell velük máshogy bánni, és ez nehezire esik egy csomó embernek. Persze, erről beszéljünk, de ne így, hogy Pokémon avatarjai a jóságnak, a fehér gazdag Roosevelt összetalálkozik Puff Daddyvel, és együtt megváltják egymás életét. Ne. Ez még egy sokkal jobb toleranciafilm, ez abszolút meg kell adni, sokkal jobb toleranciafilm, mint sok másik. De én értékében még így sem látom. Én úgy gondolom, hogy ez a film nem egy tolerancia kampányfilm, hanem ez a film pont egy antitolerancia kampányfilm. Ez a film pont arról szól, hogy ne toleráld. Nincs rajta mit tolerálni. Nem szorul a toleranciádra. És ez a film ez pont arról szól, és
elképesztő vicces, elképesztő kegyetlen humora van, ami nagyon vicces kegyetlen humora van. Egy igazi klasszikus európai film, és nagyon erős válasz az amerikai tolerancia kampányfilmekre. Ez én szerintem egy kiváló film, én nagyon-nagyon kedvelem ezt a filmet, tehát ebben például nem értünk egyet, és kénytelenek lesznek megnézni a filmet, hogy eldöntsétek, hogy jó film vagy, vagy egy kalapszar. Ez a film tűzzel, vassal és ilyen hatalmas kőműves kalapáccsal zúzza szét a PC-nek minden elemét. Tehát ugye ez olyan nagyon keményen, tehát olyan poénok hangzanak el benne, hogy így, mint amikor a kéz nélküli kisgyerek szeretne csokit enni, és azt mondja az anyukája, hogy nincs kéz, nincs csoki. Hát ilyen jellegű poénokkal van tele, komolyan. Tehát, de tényleg, és amikor a nyaktól lefelé, tehát a tetraplégiás ember, aki nyaktól lefelé le van bénulva, az röhög ezeken. Tehát ezekkel a helyzetekkel találkozunk ebben a filmben. Tehát arról van szó, hogy nincs mit tolerálni. Nincs mit tolerálni. És nincs szükség erre, akik nem figyeltük meg mi nyájat, hogy rohadt kínosan érezzük magunkat akkor, amikor egy mozgássérült, vagy bármilyen módon sérült, de minél sérültebb, annál kínosabban, emberrel vagyunk egy térben. Mert így az egyrészt a bűntudat, hogy milyen jogon mozog az összes végtagom, ha neki nem. De én esküszöm, hogy ez egy ilyen zsigeri dolog, hülyeség a kérdés, de nem tudom függetleníteni magam az érzéstől. Másrészt, meg ez a úristen csak meg ne bántsam, úristen, és őnek egy ilyen közegben kell leélni a komplett életét, hogy folyamatosan mindenki ettől feszeng. És hogy valójában ez az egész egy ostoba pótcselekvés, és a semmi másról nem szól, mint hogy nem tanultuk meg ezeket a helyzeteket kezelni, és hogy ezekben a helyzetekben való jelenlét, és hogy ez a hülye gyerek, akinek egyébként történetesen a fekák Franciaországban tényleg bűnöznek. Tehát azért van, azért lássuk, hogy ezek azért vannak szociológiai, vannak szociológiai, fehérek is bűnöznek, de ők inkább gyárakat lopnak, és nem pedig, ők nem téglák. Nem téglákként lopják el a gyárakat, hanem gyáranként lopják el az országot, ez más azért. Lássuk azért, mennyivel kulturáltabb ez így. Szóval, hogy mondjam, én mindenkinek csak ajánlani tudom a filmet, de hát mondom, pont az a lényeg, és hogyha van valami, amiben mind a ketten történetesen nagyon hiszünk, akkor az, hogy kurvára nem kell, hogy egyetértsünk semmiben. Erről van szó. Nos, akkor szerintem menjünk is tovább. Egy nagyon fontos és releváns készüljetek fel filmjével következik, ez pedig a modernizált mesék. Azt hiszem, hogy mindannyian találkoztatok már ezzel, igen, hát... Jancsi és Juliska, a steampunk! Hófehér és a gyűrűk ura, mert miért ne? Elindult egy ilyen marketing fogás, hogy ugye a mesék azok alapvetően a gyerekeknek készülnek, az ilyen egyszerűbb, mint én Andersen, meg Grimm mesék a napon, nem értelmében egyszerű, hanem felépítésében egyszerű mesék, csak a gyerekeknek csináljuk ezeknek az adaptációját. Hiba! Több pénzt akarok kapni! Hogy lehet? Anyuka, apuka az úgyis ott rá sem néz a képernyőre, beszállja az egészet, de a tínédzsereket be lehetne vonzani. Ők még azért nincsenek nagyon távol, meg annyira sincsenek nagyon távol. Ők még azért rajta vannak egy jó mesenézésen, fine. Intelligensen egészítsük ki esetleg úgy, mint régen annak idején az Animaniacs, vagy Looney Tunes, rakjunk bele olyan poénokat, a gyerek nem érti, az idős gyerek már érti és jól szórakozik. Ne! Rakjunk bele gépárnyút! Az lesz! Jancsi és Juliska fogjon egy shotgunt, és menjen neki a boszorkányok hadának. Nos, akkor nézzük meg ezt az első bejátszót. János. Jánosnak hívják az úriembert. Jancsi, bullshit, tovább fejlődött. János! Okay. Ami miatt én ezt a jelentőt választottam bejátszónak, az egy nagyon fontos dolog. Emlékeztek rá, hogy volt olyan, hogy boszorkányüldözés? Amikor így nőket égettek azért, mert nem tetszett az arcuk, hogy vörös volt a hajuk, csúnyák voltak és a falu szélén éltek. Ez egy létező dolog volt, ami miatt számtalan nő vesztette életét. Ebben a kontextusban ez a legbetegebb dolog, amit én ebben az évben láttam, hogy minigunnal lövik a nőket,
Mert rondák! Nyilván én túl, én varázsolom még stb. De hogyha belegondolsz, ez volt az alapja a teljes dolognak, hogy valami miatt furák voltak, és rossz volt az élet, fel kell gyújtani valamit, legyen a fura macskás nő a falu szélén. Összejönnek a falu, az összes falu, összes macskás nője egy helyre, megbeszélni recepteket, whatever, megjelenik ott az új izé, a szőkehajú barátságosa, és lemészárolja az összeset. Tehát még ilyen szinten sem tudtak belegondolni, hogy feldolgoztak egy mesét, aminek volt egy darab kulturális pontja, ami tényleg létezett, ugye? Mézes kását, nem? És ezt az egyet nem tudták helyén kezelni. És belegondoltok abba, hogy minden rendszernek azért megvoltak a közellenségei. Tehát a Komcsik idején ezek az ellenségek, akiket szabadon lehetett ugye így gyilkolni, meg leköpni, vagy bármit csinálni velük, hát ezek voltak a kulákok. Előtte ugye a nácik azok erre tartották a zsidókat. A középkorban meg hát ezek voltak a boszorkányok. És ma pedig ezek a dohányosok. És ugye, ha belegondolsz, mondjuk egy 300-400 év múlva lesznek olyan szuperprodukciók, ahol a dohányosokat fogják így gondolni. A Dohányos Vadászok 9D című filmben, ahol így szerencsétlenek így elvonulnak ilyen munkahelyi dohányzókba, de ilyen nagyon szűk helyeken, ilyen nagyon kurva nagy titokban így próbálják az ilyen cikünket elszívni, és így jön egy ilyen nagyon öntudatos fiatal és kurva egészséges kigyúrt srác, az meg a lángszóróval, így rohadt anyátok! Más így szívja a büdös cigiteket, szeretek! Rá lehelnem egy ilyen mérges füstöt, próbálnak menekülni. Megpróbálják ráfújni Jancsi a füstöt. Jancsi a lángszóróban leégeti az arcukat. Társ halálpát, elszabál nekem! Igen. És igazából azért próbáljuk meg valamilyen szinten megtalálni ennek a műfajnak az értelmét, azért jó, a meséket valahogy megpróbálják kiegészíteni ilyen marhaságokkal, mint a dual shotgun és automata nyilvessző, vagy ez egy ilyen puska. Próbálkoznak. Na most nyilván a mese az ad egy ilyen alapot, mint majd biztos később beszélünk róla, ugye a hófehérkéről is csináltak, meg az égigérő passzúj azért személyes kedvencem. Valahogy ki kellett egészíteni ezeket a karaktereket, hogy másfél óráig nézhetőek legyenek. Itt jönne be az irodalmi tudás. Tehát itt jönne be a forgatókönyv írói készség. Na most annak a majomnak, akinek ezt odaadták, úgy gondolta, hogy nem, mit csinált ez a Jancsi? Jó, evett egy rakás édességet ugye a zákában. Cukorbeteg! Zseniális! Tehát amikor még lenne valami esélyük kitágítani, hogy vajon milyen trauma volt bezártnak lenni, milyen hatása volt ez rájuk. Ne, cukorbetegség volt, mert egyszer egy hónapig evett mézes kalácsot. Primitivitás legalja, de ez még csak az egyik, amikor úgy próbálják modernizálni, úgy próbálják filmen tenni a meséket, hogy teljesen elvételül ki akarják terjeszteni a karakterek jellemvonásait. Van egy másik is, ami másik módja is ennek, amit azt hiszem, hogy először a bejátszót kell megnézni, hogy pontosan nem csak miről van szó. Mindenesetre a Robi kedvence, a Hook következik. Hát ez annyira kínos volt. Ez annyira kínos volt. Jaj! Az igazság, hogy a multi, úgy általában a multinacionális nagyvállalat, vagy részvénytársaság, az egy olyan elefánt, ami ledönthetné a majomkenyérfákat, mert akkora ereje van és olyan hatalmas, de annyira gyáva, hogy megijed egy kis egértől. A művészet az mindig új utakat jár be, az újat keresi. Mindig szűzföldön jár. Hollywood azonban szinte mindig csak a biztosba fektet. És a biztonságérzete az nem elégül ki akkor, amikor ott van a plakáton, hogy Dustin Hoffman, hogy Robin Williams és hogy Julia Roberts. Pedig ettől megnyugodhatna, hogy be fognak menni, biztosan be fognak menni, Spielberg, be fognak menni, meg fogják, nem elég. Ide Pán Péter kell. Pán Péter az még kell hozzá, mert hogy az a biztos. Tehát akkor akármilyen szar a film és akármilyen kurva kínos jeleneteket kell végignézni, hogy kukorékolni is tud.
akkor is az kell. Ugyanez vonatkozik, de tényleg tök vonatkozik a Jancsi és Juliskára, mi az, boszorkányvadászok. A boszorkány, oda kellett egy gyilkolós akciófilm, és ehhez a Jancsi és a Juliska tökéletes hivatkozási alap voltak. De bárkik mások ketten is gyilkolhatnának, csak akkor a producerek összefosnák magukat, hogy nem fogják megnézni a filmet. Egyszerűen kellett a Jancsi és Juliska, az egy jó hivatkozási alap volt arra, hogy akkor viszont gyilkolhassanak, mert a Jancsi és Juliska az már egy ilyen megbízható érzés, egy ilyen belső nyugalom, hogy ez egy erős brand, a Jancsi és Juliska meg a Pán Péter, nem fogunk bukni vele. És ez a legszánalmasabb, és ez a legnyomorúságosabb, hogy a legnagyobb művészeknek is állandóan kompromisszumot kell kötniük Hollywooddal, az egyik filmet le kell forgatniuk azért, hogy megkeressék a pénzt, hogy a másik filmet leforgathassák, amivel elköltik azt a pénzt valami jóra, és halhatatlanságot vásárolnak belőle maguknak, meg a filmjüknek. Maga Orson Welles is így jár, tehát hogy mondom, a legnagyobbak minden második filmje valami hollywoodi szemét kell, hogy legyen, mert ezeket a mocskos producereket nem lehet meggyőzni arról, hogy egy film, ami nem Pán Péter vagy Jancsi és Juliska sztoriát dolgozza fel, az lehet sikeres pusztán attól, hogy jó. Az neki kevés. És az annyira szomorú, és Hollywood kudarcának az egyik fő faktora. Ebben azért nem értünk egyet, mert rengeteg jó film jött ki, amit senki nem nézett meg. Tehát, hogy nem igazán a hollywoodi producerek voltak itt a rossz arcok, hanem egy szinten a nézők, ugye én nekem ez egy szitpájda van, ezt már többször mondtam, a Scott Pilgrimet nem kellett volna ennyi szerre tölteni. Ha csak fele ennyien töltjük le, akkor sikeres és folytatják. Tehát, hogy abszolút nem támadásképpen, de hogy nagyon sokszor ez a lehetőség Hollywoodban. Hogy a közönség határozza meg, hogy mi az, ami érdekli. Ezért kaptunk rengeteg nagyon jó képregényfilmet mostanság. De ezért van, hogy ez a műfaj megszületett, annak nagy része az volt az eredménye, hogy az embereknek kialakult ugye ez a kultúrkör, ez a nerd, kocka, nem szeretem ezt megjelzni, dekadálosz van nerd, kialakult mint mozgalom az interneten, és megkövetelte a saját filmét. És ezért rengeteg nagyon-nagyon fontos és jó filmet kaptunk. Tehát ez igazad van, egyetértek, de fordítva is működik. Csak hogy ez egy kétirányú utca. Ki tette ilyenné az amerikai mainstream közönségét, ha nem Hollywood, ezzel a tendenciával? Tehát mindig csak arra hivatkozunk, hogy Hollywoodnak alkalmazkodnia kell a primitív közönségnek a sutyóságához. De vajon mindig ilyen sutyó volt ez a közönség? Nem arról van szó, hogy nagyon sok ilyen film van abban, és nagyon sok munka, és nagyon sok pénz, és nagyon nagy tőke, és nagyon-nagyon sok ehhez hasonló húgymeleg szar kellett ahhoz, hogy ez a közönség most már annyira alja színvonalat követeljen meg, amit aztán nagy és széles képmutató mozdulatokkal tárgatják szét a producerek a karjukat, és mondhatják az, hogy ki kell szolgálnunk. Miért van az, hogy a 70-es években egy olyan film, mint amilyen az Éjféli Cowboy, Oscar-díjas lehetett? A legjobb film Oscar-díját kaphatta meg, az Éjféli Cowboy című filmdráma. Ma egy olyan film, mint az Éjféli Cowboy, jelölésig se juthatna soha. Tehát, hogy miért van, mi nem arról van szó, hogy ezt a közönséget, ezt a generációt ezekhez a filmekhez szocializálták, és utána viszont álságosan rájuk hivatkoznak, hogy hát muszáj vagyunk ilyen szart csinálni, hát csak erre fogékonyak. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül, egyrészt az Oscar-díjat azért nehéz belekeverni, mert azok idióták teljes mértékben, és ott meghatározzák, hogy milyen az a film. A 70-es években még nem voltak ennyire idióták. Én azt mondom, hogy ezért csak a filmeket hibáztatni az egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő dolog. Tehát a televízió azt szerintem sokkal több emberiséggel ellen elkövetett büntetet hajtott végre, mint bármilyen médium valaha. Whatever. Szükségtelen, igen, igazából valami a főpontokban egyetértünk, és ezért is szeretnék most felvetni valamit, amiben nem. Én nagyon szeretem ezt a filmet. De szerintem tök aranyos. Nyilvánvalóan nem markolt vagyok. Nyilvánvalóan, de hogy valami ez, tehát én gyerekkoromban ezt nagyon-nagyon élveztem, és tetszett a világ, és úgy egy jó érzés volt. Nem kifejezetten szofisztikált, de jó érzés volt. Lehet, hogy az az oka a különbségnek, hogy van köztünk vagy 10 év, és amikor én ezt a filmet láttam, akkor már csak a szégyen érzet ült ki az arcomra. De felnőve egy dolgot talál ki igazán problémásnak ebben a filmben.
felnőttem, és igazából erre gondoltam, amikor felkomperáltam, hogy van egy másik módja annak, hogy modernizáljuk és a felnőtt generációknak is fogyaszthatóvá tegyük az ilyen mesefilmeket. Belerakunk egy felnőttet. Számomra borzasztó látvány egy felnőtt, tisztes férfi ember gyerekekkel játszani. Felhúzza a zöld. Macskanadrágot. Kukarikás. Gyertek, srácok, hívják a rendőrséget. Robin Linus megőrült és gyerekeket parkolászik. Nem, egyszerűen a vizuális tény borzasztóan zavar. De van ennél egy fontosabb is, amit ez a film is képvisel, és ami engem nagyon tud idegesíteni, hogy filmben megjelenik. Az pedig az, hogy nagyon jó üzenet az, hogy maradj mindig fiatal. Ezt nagyon szeretjük, ez egy nagyon fontos forrágyak, de, ahogy ezt már egyszerűen már említettem is, nem tesznek sokszor különbséget, hogy maradj gyerek, és maradj fiatal. Mert a fiatalság, a nyitottság, az inspiráció, az energia, a folyamatos mozgás, az érdeklődés, stb. A gyerek meg a felelőtlen, mások által kontrollált és másokkal szemben kiszolgáltatott, együgyű, a tetteire semmilyen felelősséget nem vállal és nem gondol bele, hogy miket csinál, egyszerűen csak egy ilyen hedonista módon rohangászik át a világon. Ez a különbség nagyon fontos, mert itt azt mondják, hogy maradj gyerek. Én azt mondanám, hogy maradj inkább fiatal. Wow! Nos, én nekem meg az a bajom, a legfőbb bajom ezzel a műfajjal, hogy soha nem megtermékenyíteni és tovább gondolni akarja az eredeti mesét, vagy szinte soha, és nagyon kevés kivételt találok. Szerintem például ilyen kivétel a Grimm. Hát én például a Grimm című filmet azt kedvelem, tehát szerintem az például egy jó példa, hogyha hozhatunk jó példát, és hozunk is mindjárt egy másikat is. Hát nem arról van szó, hogy megtermékenyíteni és tovább gondolni akarja, hogy hozzátenni akar valamit a kulturális kánonhoz, hanem hogy megrabolja és lerántja a sárba. Hogy egyszerűen a saját tőkeerejének a szolgálatába állítja, és a saját profit felhalmozásának az érdekében használja ki, de erőszakolja meg gyakorlatilag. És ez a nagyon szomorú, tehát egyszerűen nem belmerés hozzátesz, hanem kifosztja. És nekem ez a legnagyobb problémám ezzel. És én pont azért szeretem egyébként a Grimmet, és pont azért szeretem azt a filmet, amit még pozitív példaként föl tudunk hozni, a Herceg mennyasszonya című filmet, ami az egyik legkedvesebb ilyen meseadaptációm. Íme? Mindenkinek ajánlom, nem annyira ismert, mint amennyire brilliáns. Tehát, hogy olyan kiváló film, és viszonylag kevésé ismert, hányan láttuk a teremben? Akik látták, azok csak megerősíteni tudnak abban, amit mondok. Igaz? Na azért. Szóval, hogy arról van szó, hogy ezek a filmek egy ugródeszkának tekintik az eredetit, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy egy alapnak tekintik az eredetit, amire építkezni akarnak, és nem pedig egyszerűen fölhasználják a maguk céljára, amely cél egyébként nem több, mint az első hétvégén realizálható bevétel. És csak hogy hozzátenni, nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, és azért, amiért a Looney Tunes-t szeretem, azért, amiért ezeket a Pinky and the Brain, meg a hasonló zseniális rajzfilmeket, amit a Warner Brothers kitolt magából, egy dolgot csinál a Princess Bride, ami miatt nem szimplán mese. Zseniálisak a dialógusok, és rengeteg felnőtt poén van benne. És így, szerintem azt megállapíthatjuk, hogy így lehet generációkat átívelő mesét csinálni. Nem úgy, hogy belerakunk shotgunt. Attól még nem élvezzük, hogy shotgun. De ha szól hozzánk egy olyan szinten, hogy mi értük esetleg a gyerekek annyira nem, és ami miatt, hogyha érezzük, hogy bármilyen generációnak van benne üzenet, tartalom és érték, akkor lesz egy mese igazán időtálló. Igen, van egy... Igen, az is. Van egy csomó olyan elem ezekben a mesék. Mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Grimm is mennyire ilyen, mennyire jó példa erre. Van egy csomó olyan elem, amiből millió dolgot lehet kibontani. És ezek, amikor ezek kibontakoznak, akkor születik egy új minőség. És itt tényleg csak az a kérdés, hogy eszköznek tekintjük azt a filmet, amit készítünk, vagy célnak tekintjük azt a filmet, amit készítünk. És legalább örüljünk annak, hogy ellenpéldákkal is tudunk szolgálni. Akkor lépjünk esetleg tovább a következő gyalázatos műfajra, amely a hetedik a sorban, és ez a
katasztrófa film műfaja. Yes! A katasztrófa film műfaja egy rendkívül érdekes műfaj, ugyanis ha jól csinálják a filmet, akkor az egy tartalmas és izgalmas és erkölcsi üzenetet és közlést hordozó film lehet. Egy katasztrófa helyzet az olyan dolgokat, olyan jellemvonásokat képes megmutatni egy emberrel kapcsolatban, ami más helyzetben nem nagyon derül ki. Egy katasztrófa helyzetben a csoportdinamika az olyan mértékben lehet mozgósítva a kamerák kereszt tüzében, ahogyan szinte máskor soha. Az elkuprás és az életmentés és a kettő közötti számtalan átmenet reális körülmények között feltárul. Erre példa, azt mondom, hogy a Pokoli torony az egy olyan film, ami egy jó példa, vagy a Poseidon katasztrófa. Ezek azok a katasztrófa filmek, ami nem a látványról, meg nem a vizuális ingerekről, a vizuális orgiáról szól, arról, hogy élvezzen el a szemed, hanem arról szól, hogy itt ebben a helyzetben bizonyos emberek így, más emberek úgy vizsgáznak, és emberi módon pusztulnak, vagy emberi módon menekülnek meg. De mindenféleképpen az emberi minőségük méretkezik meg ebben a szituációban. Tehát ha valamiért volt értelme ennek a műfajnak, hogy ez a műfaj létrejöjjön, az ez. Most, hogy a katasztrófa film az hova hajzott el, elsősorban Roland Emmerich gyalázatos munkálkodása nyomán, úristen, azt mondtam, hogy munkálkodása, ezt a kifejezést, hogy munka, szóval, hogy Roland Emmerich hova züllesztette ezt a műfajt, az arra szavaik sincsenek, de sajnos filmek azok vannak. Teljesen természetes. Azt hinnétek, hogy a világ vége az egy ilyen intim pillanat, a társadalom összeomlik, és senki sem tudja igazán, hogy mit kell csinálni ezzel, megkeresse szerteit és a legalapvetőbb emberi kapcsolati rendszert az utolsó pillanatig megpróbál élvezni. Nem az van, hogy lemegyünk patkányba, és megőrülünk, és egymáson áttaposva próbáljuk az életünket fenntartani. Nem ilyen érzékenyebb, ilyen szociális dolgok vannak. Nem! Átugratunk egy éppen ledőlő felhőkarcolón. De most ez a film, ez gyakorlatilag megpróbálja személyesnek titulálni önmagát. Megpróbálja a család központúvá, mert ott van John Cusack, a családapa. Aki nagyon szereti gyerekeit, bár ezt érzelmileg nem tudja kimutatni a saját pofáján. Tehát, hogy megpróbálják erőltetni ezt, hogy bizony-bizony a világ vége az valószínűleg így képzeljük el, az egy ilyen intimebb és egy ilyen szociálisabb dolog inkább. De azért rakjunk oda mindent, amit valaha egy ilyen filmben felelőttünk. Vulkán, földrengés, cunami, a fehér hátra rátolja a cunami a repülőgép tárolóhajót. Minden katasztrófa, amit valaha el tudtunk képzelni, az egyszerre támadja meg John Cusacket és családját. De ők még így is erős, tisztes amerikai egység lesznek. Igazából ez a borzasztó. Ahogy Robi is mondta, vannak nagy lehetőségek ebben a műfajban. És ezt eltusolni azzal, hogy felszakad a föld, nézd ezt 40 percen keresztül, az egy amellett, hogy borzasztó gondolat és döntés, igazából egy kihagyott cicszer, egy nagyon erős kihagyott cicszer. Nem tudom, hogy láttátok-e esetleg a másik borzalmas szemét filmjét, a Roland Emmerichnek, a Holnap után című filmet. Mindig ezek menekülnek valami elől. A Holnap utánban a jégkorszak elől menekülnek. Konkrétan a hideg. A jégkorszak, tehát ott jön a jégkorszak, 6 méterre tőlük, és rohan, mert jön meg, és mögötte fagy le a világ. És így beront az ajtón, így gyorsan becsukja, és így elkezdi a kilincset, így lefagy a kilincs. És hideg benéz az ajtón, és így legközelebb elkapva. De most ugyanezt történt, most a földrengés. Menekültek a földrengés elől, és mögöttük így a föld az így hullámzott. De ők meg az autóval nyomd a gázt, apa! Ez a primitív, megalomániás szemét. Valójában semmi másról nincs szó, mint egy hulladék akciófilmről, de
de a Roland Emmerich ravasz, ő kitalálta, hogy a főgonosznak a szerepében egy természeti csapás fog állni. Ez sokkal félelmetesebb, mint Jeremy Irons, aki azt mondja, hogy Simon mondja, menj el a Harlembe, akasz a nyakadba egy táblát, hogy én rühellem a fekákat. Hát, annál sokkal nagyobb para, egy földrengés. Tehát, jó, Jeremy Irons egy jó színész, de a földrengés az azért, az meg keményen az odabasz. De ténylegesen erről van szó, és itt van velünk John Cusack. És ő a tényleg, ezek a filmek, a John Cusackben egyszerűen nincsen gyarlóság. Tehát ezekben a filmekben egyetlen egy ember halhat meg, az, aki az elején így röhög az egész természeti csapáson. Ő azt mondja, hogy hagyd már hülyeséget, még hogy jégkorszakban, a fasság, nehogy már egyik napról a másikra jégkorszakban, izé szerdáról csütörtökre jégkorszak, ilyen hülyeséget beszélt, és fontos, hogy ő nyomorúságos körülmények között pusztuljon el. Miért? Miért fontos? Mert a film elején, amikor a hősünk már elmondja, hogy csütörtökön nagyon hideg lesz, mennyi lesz, -2, nem, -402, akkor ez a figura, ez a szkeptikus figura azt mondja, hogy mi ez a fasság, most még 17 fok van. De jó, a rövid gatya az most már egy kicsit hűvös annak, de és akkor te is ezt érzed, hogy mi ez a fasság. És akkor egy pókfonál, egy érzelmi alagút, az így szövődik közted és a cinikus figura között. Ezért kell a cinikus figurának úgy megdögleni, úgy kiszenvedni, olyan módon elpusztulni, hogy a nagymamája is halljon be. Mert amikor azt látod, hogy így megdöglött, akkor azt érzed, hogy picsába. Én se hittem a veszélyben. Ennek a felese tréfa. Vagy én is így fogok megdögleni, vagy mostantól elhiszem. És talán még megbocsájtatom a rendező. És Roland Emmerichnek ez a mocskos trükkje, hogy ha valaki nem hitt benne, az úgy fog elpusztulni, de tényleg dögletes módon. És ténylegesen arról van szó, hogy a vele szemben ott van, aki mindvégig előre mondta a -404 fokot, és ő meg egy szuperember. Hát ők, és ezek tényleg szuperemberek, emberfeletti hősiességgel, de a hősiességüknél csak egy dolog a nagyobb, a szerencséjük. Olyan szerencséjük van ezeknek az embereknek, hogy az valami csodálatos, és elsősorban ezért csodáljuk őket. Mert az, hogy így menekülsz a jégkorszak elől, hát bassza meg, én is tudnék. De mindenki így belül érzi, hogy ekkora szerencsém nem lenne. Ezért, hogy valamiért ezekre az emberekre föl lehet nézni, az, hogy bassza meg, ilyen szerencsém nem lenne. Ezek az emberek van. Ez valamit tud. És ez jelzi a Roland Emmerich, hogy Roland Emmerich az én haveri körömben miért az ostobaság szinonimája. Ezek a filmek elsősorban a látványról szólnak. Másodszorban a látványról. És egy valami a fontos, hogy dráma az soha ne legyen bennük. Tehát a drámának, mert ez egy elég drámai helyzet, így ahogy így elnézünk. Ez így érzelmileg ez így ne hasson ránk. Tehát így és lehetőleg legyen egy kutya, akiért visszamegy, úgyhogy a 85% hogy beledöklik abba, hogy visszamegy a kutyáért, és visszamegy. Most tegye föl itt az a kezét, aki hogyha 15%-os veszélye lenne annak. Csak 5%-os veszélye lenne annak, hogy meghalsz, ha visszamész a kutyádért, akkor visszamennél el a kutyádért. Jellemző, hogy ezek a filmek ezt csinálták veletek. Köszönjétek meg Roland Emmerichnek! Vannak ezek a fajta problémák. Van a szintiszta primitivitás, ami oké, vizuálisan élvezhető, és egyébként én nem tudok megtámadni senkit, aki élvezte ezt a filmet. Szóval ez lehet egy ilyen, nem valljuk be a haverok előtt, de amikor ott nézzük, hogy felépítik a bárkát, akkor így, ja, az igen, elefántot is tegyetek bele, nyilván! Oké, szóval ez az egyik része, én ezt meg tudom érteni. A másik,
viszont az, hogy megint romba dönteni a világot, az egy nagyon nehéz folyamat forgatókönyvileg. Rengeteg mindent kell megmagyarázni, és rengeteg mindent kell bemutatni ahhoz, hogy tényleg úgy hihető legyen. Nem. Szükségtelen. És ezek hatalmas lyukok vannak ezekben a dolgokban. Tehát ahogy ebben a filmben is, hogy nem tudom, hogy emlékeztek, hogyha látta valaki is olyan szerencsétlen, hogy iszonyatos pénzeket fizetnek azért, hogy felkerüljenek a Noé bárkáira, de van egy darab kis kínai, aki beisz 20 embert. Ő egyedül valahogy kitalálta, hogy hogyan lehet felszállni ilyen hajóra, és ő egyedül átmegy a teljes katonasági védőgátakon, és beviszi a család, az öreg nénit is, nyilvánvalóan bemászhatja valami lyukon a hajón, és sikerül. Vannak ilyen lyukak, és aztán vannak sokkal nagyobb lyukak. Ilyen van ma, a következő filmünkben is, a Jeletben. Oké, na most láttátok az Alien a vízzel érzékeny. Azt gondolhatnánk persze, hogy igazából szükségtelen mondani, hogy azért eléggé nagy marhaság volt betámadni egy olyan bolygót, aminek nagy százaléka vízből van. De most tovább mennék. Eső! Miért támadsz meg egy olyan bolygót, ami rendszerint, beleépített rendszerként lenappal bombázza a teljes felületét? Egy óvodás, egy vízipisztolyjal társadalmak megdöntője lehet. Gyulcsi néni hozza a vödörvizet, és Gyulcsi néni a mészáros hozza a vödörvizet, és én mondom, egész társadalmakat ír ki. Az emberek is vízből vannak, nagy részt. Leköpöd és megdöntik. A legnagyobb értatlan fasság, amit érre vittek. És azon gondolkoztunk, amikor ezt felvázoltam pár ismerősömnek, hogy ez katasztrofális, és azon gondolkoztunk, hogy nem volt valaki a forgatáson. Különök elnézést, Shyamalan úr, ezzel lesznek problémák. Senki ezt nem tudta, akkor harmat! Magas fára tartalom! Ezek a halálukba vonulnak ezek az alienek. Uram, ne így forgassuk le, jó? Vagy van? Kurva intelligens lények egyébként. És ehhez is a halott feleségének kellett üzennie a jövőből nagyon nagy megfejtést. Basszod a baseballt. Különben eszükbe se jutott volna. Mi a szarért tartották ott ezt a baseballt? Nem azért, hogyha jön a behatoló, oda basszanak a baseballt. Baseballoznak? Rendszeresen baseballoznak? Vagy mi a faszom? És, de hogy ez... Én ezt nem értem, hogy ez egy ilyen közé, mert hogyha... És akkor miért nem azt üzente, hogy locsolj? Bassz oda, és aztán folytatta volna, hogy és remélem, hogy úgy baszol oda, hogy a pohár víz rácsorog. De addigra meghalt. Semmi sem véletlen. Főleg az, hogy ez az indiai rendező a korábbi kiváló filmjei nyomán ilyen szar filmekbe volt képes fektetni a szellemi és pénzügyi tőkéjét. Az a legnagyobb baj ezekkel a filmekkel, hogy itt, hogy mondjam, a katasztrófa itt ilyen bolygóméretű és kozmikus és jégkorszakok, meg földrengések, meg világvégék, meg az űrből érkező alienek kellenek nekünk egy katasztrófa filmhez. Nem tudom, hogy hányan láttátok a 128 órát. 127. Senki! Nem elég beszorulva a 127 óra. Nem! Még egy órát töltsen a beszorulva. Szóval, lehet a 127 órát. És hallgattak egyébként, nem láttuk. 127 óra. Elárulom, hogy a 127 óra az egy katasztrófa film. Az egy katasztrófa film. De kinek jutna eszébe, hogy az egy katasztrófa film? Az ma már ezeknek a Roland Emmerich-eknek, mert Shyamalanoknak az aspektusából nézve már nem számít katasztrófa filmnek.
Egy komplet bolygónak kell elpusztulni ahhoz, hogy egy katasztrófa filmről beszélhessünk. Pedig pont a 127 óra. Az a film, amelyik jól mutatja meg, hogy egy katasztrófa helyzetben mekkora lehetősége, milyen potenciál, és dialógus sem kell hozzá, rejlik. És szerintem pont a 127 óra vezet vissza minket a katasztrófa filmnek ahhoz az eredetihez, ahhoz a lényegéhez, ahhoz a magvához, amely a leglényeg ennek a műfajnak, és amelytől olyan messze kerültek ezek a mocskok, amelyeket itt volt szerencsétlenségetek végignézni, mint Makótól Jeruzsálem. Így van, illetve van egy másik példa, ami az utóbbi években jött ki, már én is foglalkoztam vele, ez pedig a fertőzés. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, ez egy Soderbergh film volt. És igazából számomra ez egy nagyon-nagyon meghatározó film, én nagyon-nagyon szerettem, és igazából én is így találkoztam azzal, hogy miről szól a katasztrófa, hogy általában. Emberek beszélgetnek. Egymásra dobálják a felelősséget, hint pánikszerűen ugye zajlanak az események, és ez a pár ember így úgy megpróbál túlélni. Ugye emlékszünk, hogy Jude Law például egy utolsó senkiházi hülye paraszt fehér videoblogger volt, és példakép, és a többiek pedig volt az orvos, és akinek segíteni kellett volna, mégse tett, és tudta, hogy ilyen felelősség van rajta, és mégis úgy tett, hogy a családját mentse meg, stb. Ezer olyan emberi pillanat van ebben a filmben, amiről szól a katasztrófa, ahol igazán levetül. Egy ház nem dől rá egy zombiktól fertőzött, égő birkanyájának. Nem, ezt nem gondoltam én. És nincsen látvány, nincsen igazán durva katasztrófa olyan szinten. Hát vírus van. Mert igazából az a része lényegtelen, hogy mitől pusztul az emberiség, attól lesz egy ilyen filmértékes, hogy hogyan próbálja ezt elkerülni. Szerintem akkor menjünk is tovább, még az szünet előtti utolsó műfajunk, ez pedig a... Az utolsó az egy nagyon jó jelző egyébként. Sandler, Stiller, Schneider. Ez a három, ez összes. Ez a három, ez ugyanaz a személy, ez jó. Nincs köztük semmi különbség. Ezek a filmek, ezek általában romantikus komédiák. És nekem van egy nagyon átfogó és nagyon lesújtó véleményem a romantikus komédiákról, és ezzel kapcsolatban is írtam egy kis jegyzetet, azért javaslom, hogy hallgassátok meg, hogy körülbelül ugyanarról beszéljük romantikus komédia kapcsán. A romantikus komédia az én szememben egy elátkozott műfaj. És azt is elmondom, hogy miért. A romantikus komédia Hollywood legnépszerűbb brandje. Állandó szabályai vannak, mint a görög eposznak, vagy a klasszicista drámának, és az ezektől való eltérés teljesen elképzelhetetlen. A romantikus komédia mindig egy megváltás történet. A megszokott, unott, utált hétköznapok monotóniája egy csapásra köbbé válik, a főhős életébe belép az izgalom, a mámor, az extázis, mérgébb, mint a szerelem formájában. A szenvedély lángja oly magasra csap, hogy még a felhőkről kisillávait lógató ámor istenkének is megsüti a talpát. Kiderül, hogy a mennyország itt van a földön. És vajon honnan máshonnan is kerülhetne elő, mint a szerelem feliratúságból. Nem csoda hát, ha Hollywood által szocializált fiatalok többsége egyedül a szerelem megváltástanában hisz. A boldogságot és a boldogtalanságot egyaránt csak is a szerelemtől, vagy annak hiányától reméli, illetve féli. Tehát fogadja el. A romantikus komédia cselekménye a mindenkori film hosszának kétharmadáig töretlen lendülettel és meredek vonalban ível felfelé. A boldogság már-már fokozhatatlan, amikor váratlanul felüti Ocsmány fején a kiábrándulás démona. Miért nem mondtad el? Tehát mindvégig hazudtál. Sosem bocsájtom meg magamnak, hogy közelengedtelek. Látni sem akarlak többé. Hangzik el, aki ábrándult fél, az esetek 85%-ában a nő, 15%-ában a férfi szájából. Ezután jönnek az álmatlan éjszakák, az elutasított telefonhívások, majd a film legvégén egy hátborzongatóan vakmerő lánykérésszerű, csak azért is bebizonyítom, hogy szeretnek típusú, győzelmes, visszahódító hadművelet, melyhez elengedhetetlen egy szárkultó motor, egy zsúfolási stadion,
vagy legalább a repülőtéri biztonsági kordot áttörő szerelmesről van. Zárásként pedig menetrend szerint megérkezik a végső megváltás, a minden fájdalmat feledtető összeborulós happy end, mely az életre soha, a legutóbb látott romantikus komédiára mindig nagyon emlékeztet. Adódik a kérdés, amely amilyen kézenfekvő, épp oly megválaszolatlan. Miért imádják az emberek újra meg újra ugyanazt bámulni? Mintha még nem látták volna, mintha még nem tudnák már a legelején, hogy mi történik majd a vászon. 5 perc múlva, fél óra múlva, 1 óra múlva, meg a legvégén. Örök talán jelz, főleg mert a tömegkultúra számtalan hasonlót termel, például miért nézik az emberek tettetett érdeklődéssel az újabb és újabb kalambó epizódokat. Nos, ez a szokás pszichológiainak, hanem a katatóniaként ismert tünettel hozható egy közöttében. Az ember monotóniába való menekülése, az ismétlődés állandóságának révületbe ejtő hatása jelentős kulturális hagyományokra tekint vissza, elég ha csak a törzsi közösségek tam-tam dobjaira gondolunk. Persze meg lehet, hogy ez az egész okfejtés egy nagy baromság, és az emberek egyszerűen csak szeretik a biztonságérzetet, akár csak anyu főztjét, jól esik nekik az ezt az érzést már ismerem otthonos megélése, olyannyira, hogy a jegypénztáraknál rendesen perkálnak is érte. Így vagy úgy, a hollywoodi romantikus filmjáték immár több évtizeden töretlenül a rata világmozi látogató közönségek körében. Nos, az egyetlen és legfőbb kérdés, hogy miért kártékonyak a román romantikus komédia. Ja, úgy nagyon messze megyünk. Nézd, ez a, nálad, az én szememben ez a romkom, és a romkomnak a mélye a Sander, Stiller és Schneider. De ezek mind romkomok. Csak a romkomból a legrosszabb, ami kihozható. Na most én azt mondom, hogy a romantikus komédia azért rettenetesen kártékony, mert a vége főcím után mindig fölállunk a székből, és távozunk a moziból, és a film sosem mutatja meg, hogy a napba való, kézenfogva zajló szaladást követően az emberek az extázis és a harmónia együttállásának a végtelen állandósága helyett meg kell, hogy tapasztalják a hétköznapoknak a bosszúságait, meg a monotóniáját, meg mindazokat, a konfliktusokat, amikkel egy együttélés együtt jár. De ők ezt nem ismerik, mert a filmnek mindig ott van vége, hogy boldogság. Szaladunk a napba. És ezért, amikor aztán jön a boldogtalannak látott, vagy jönnek a hétköznapok, és jönnek a konfliktusok, meg jönnek a bosszúságok, meg a frusztrációk, akkor az emberek nem azt, tehát nem a hollywoodi romkomnak a hazugságát kérdőjelezik meg. Hát nem azt fogják mondani, hogy úristen, ez egy hazug referencia, ami alapján én azt gondoltam, hogy én boldog kell, hogy legyen, hanem megkérdőjelezik a partnerüket. Azt mondják, hogy a hollywoodi recept jó volt, amit láttam, csak ő nem az igazi. És akkor lecserélik. És behívnak az életükbe helyette egy újat. Na majd ő lesz az igazi. Lejátszák velük újra a komplett romantikus komédiát, megint beleszaladnak a napba, csak az élet az nem ér véget. A vége fő címmel, mert jönnek a hétköznapok, és megint csalódjuk el, mert ezek a gyengyes... ...producerek... ezek sosem forgatták le a filmet az együttélésről, mindig az összejövésről, a csalódásról, és az újra összejövésről. És mindig, és mindig. És újra, meg újra, meg újra, meg újra. És mindig úgy vetődik fel a kérdés, hogy a partnerem az igazi-e. Mert hogy úgy tűnik, hogy nem ő az igazi, mert a filmben ilyet nem láttam. Nem horkolt, meg nem szürcsöl. Nem voltak ezek a kurva idegesítő dolgai. A filmben minden tök jól ment. De nyilván nem ő az igazi. És nem úgy merül fel a kérdés, hogy én az igazi vagyok, aki egy ilyen buzi film alapján ítélem meg a saját párkapcsolatomat. De ez így sosem merül föl. Ez az szerintem ezért rettenetesen kártékonyak a romantikus komédia. Így van. Ezek az Adam Sandler és egyéb társai által gyártott filmek pedig igazából nem is romantikus komédiák a szó legszorosabb értelmében, komromok, hogyha tetszik. Tehát kell valami, ami elviszi az érzelmi súlyát ennek a borzasztó hülyeségnek, és akkor rakjunk be egy nőt, aki Adam Sandler 16. méltatlanul gyönyörű barátnője lesz, és kiszedveszed, és abszolút ugye ez a formula végig megy.
Na most azért mondom, hogy ezek komromok, főleg ugye a Sandlernél, mert mindig van egy ilyen központi karakter, akik köré elképesztő. Amikor az emberek azt mondják, hogy a fűrészből volt sok, mert 7, Adam Sandlerből volt sok, mert 300. Adam Sandler golfozik, Adam Sandler curlingezik, Adam Sandler freestyle ugrókötelezik, Adam Sandler csinál egy sportot című film. És ebből 1000 van. Igazából ami miatt ezek a filmek borzasztóan rosszak szerintem, hogy felépítettek egy komikus karaktert, ami egyébként néha jól működik. Kivéve Schneidert. De Adam Sandler az, hogy van, amikor nagyon jól működik, amikor van körülötte bármilyen szinten töltet, értelemtől, karakterformálás, vezetés, színészi alakítás. Egyetlen ilyen filmről beszélünk, igen, valóban a Paul Thomas Andersonnak a Kótyakos szerelem című filmjéről beszélünk. Az a film, ahol az Adam Sandler nem tudja elbaszni az egyébként kiváló koncepciót. Ez az egyetlen olyan, de tényleg az igazságnak, kérlek, amivel tartozunk az igazságnak, azzal tartozunk az igazságnak. Az a film, Cannes aranypálma díjas film, tehát azért az Adam Sandler Cannes aranypálma díjas filmje. Hittetek ti ebben a mondatszerkezetben, hogy jól leültetek a szépen? Robi, ez nem az ő filmje. Ez nem az ő filmje. Ő szerepel benne, nem az igen, ő cége. Igen, világos, minden más Adam Sandler film, tehát hogy mondjam, egy film, ami inkább felolvasom. Mert hogy erről is írtam nektek. Adam Sandlerről is írtam nektek egy kis esszét, de Adam Sandlerről nem lehet eleget tanulni, és itt, ennek most itt az ideje. Annyira rühellem ezt az embert, mindig is az volt az álmom, hogy 200 ember előtt mocskolhatom, és most eljött. Adam Sandler, mire befejezem, azt is meg fogja bánni, hogy megszületett. Adam Sandler minden filmjében Adam Sandler. Ha nem színészről volna szó, hanem mondjuk tűzoltóról, kőművesről, gépészmérnökről, pizzafutárról, vagy bármi egyébről, úgy a fenti kijelentés dicséret lenne. Azt jelenteni, hogy önazonos a csávó, nem játsza meg magát. Ő olyan, amilyen, jelen esetben olyan Adam Sandleres. A színészmesterség azonban más. Ott ugyanis elvárás, hogy néha ilyen legyél, néha olyan. És abból, hogy olyan rá se lehet ismerni, nem az a helyes következtetés, hogy te egy kétszínű köpönyekforgató sunyi disznó vagy, hanem az, hogy színész. Nos, ez a következtetés Adam Sandlert cseppet sem fenyegeti. Az Adam Sandler filmek mindegyike Adam Sandler körül forog, és mindegyik ugyanak körül az Adam Sandler körül. Kötelező vele azonosulni. Nem pusztán ő a főszereplő, az egész cselekmény csak is az ő viszonylatában értelmezhető. Mindenki Adamhez képest jó vagy rossz a történetben. Olyan nincs, hogy egy film, amiben Adam Sandler játszik. Az egyetlen kivétel a Kótyagos szerelem. Az a film, amiben Adam Sandler játszik, az Adam Sandler film. És hogyha egyet láttál, láttad mindet. Adam mindig ugyanaz, a kedves, kedélyes, közvetlen fickó, aki az egyszerű közemberekkel remekül szót ért, a hatalmaskodó és arrogáns figuráktól viszont irtózik, és ezt nem is rejti véka alá. Ami a szívén, az a száján, nyílt és egyenes, emellett pedig a legjobb barát, akár már 5 perc után is, neki bátran kijöntheted a lelked, megértő, segít. Csalhatatlan erkölcsi iránytű munkál benne, melynek jelzéseit a legnagyobb természetességgel követi, és közvetíti környezete számára. Nincs nagy farka, de annál nagyobb a szíve. Épp fordítva, mint filmbeli riválisának. Szerepesténként a kíró betépi a spanyával, aki történetesen mindig Rob Schneider. De ettől még cseppet sem züllött fickó. Eljár dolgozni, de nem rajong a melójáért, elsősorban a főnöke miatt, aki egy hatalommániákus seggfej, ráadásul alkalmatlan is a munka körére. A jó eszű Adam sokkal jobb főnök lenne, a kollektíva is jobban szeretné, sokáig mégsem kapja meg az esélyt, míg nem egy nap. Bár a fenti körülményrendszer egyes elemei olykor változhatnak, a lényeg állandó és x plusz egyszer ismételhető. Az abszolút előítéletmentes, abszolút empatikus, abszolút laza és abszolút jókedvű Adam Sandler példát mutat egész Amerikának,
hogyan kell az egyszerű kisembernek helyesen és jól reagálni az élet kihívásaira. És amint minden filmjéből kiderül, az egyenesség, a becsületesség, a korrektség mindig kifizetődik az életben. Apafej, sátánka, kismenő, 51. randi, távkapcsolós, és még mit tudom én hány film, de ugyanaz az ene. Érdekes kérdés, hogy akkor vajon mi van, ha Adam Sandler baba is ilyen? Mi van, ha saját magát adja minden egyes szerepében? Ez ugyanis azt jelenteni, hogy Adam Sandler nem is színész, hiszen még ezt az egyetlen karaktert sem kellett eljátszani. Nem hokizik, vagy golfozik, hanem nő című film. Jaj, nekem ez olyan fájdalmas az Al Pacinót ebben látni. Tehát, hogy ez valami olyan szörnyű, tehát olyan sokáig állt ellen ennek a kísértésnek, hogy ebben a mocsokban részt vegyen. Tehát, hogy mert hogy a Jack Nicholson is megadta magát, meg a Robert De Niro az mindig is fürdőzött ebben a szarban. De igen, és hogy miért kellett végül tehát, hogy az Al Pacino mindvégig tartotta magát, és én azt hittem, hogy most már csak meghal, vagy pedig kibírja, de... És tessék! Szóval ez valami olyan szörnyű, miért volt erre? Miért van egy Al Pacinónak erre szüksége? Erre, hogy én így szégyenkezzek, amikor az minden idők egyik legnagyobb színészét látom a mozivásznon. Miért? Miért volt erre szükség? És tovább menve... Tehát, hogy az egy dolog, hogy annyira rossz ez a film, hogy felzabálja más emberek karrierjét is. Tehát terjed, mint egy baktérium, és az bevonza ezeket az igazából nagyokat Hollywoodban. De én azt nem értem, hogy miért vicces az, hogy Adam Sandler egy férfi. Ha megnézitek, az egész film arra épül, hogy Adam Sandler női ruhában van, pedig férfi. És ők beszélgetnek egymással, és mennyire vicces, hogy ott van Adam Sandler, és most női parukát visel. Tehát hogy jutottunk el arra a szintre, hogy olyan szint, ilyen alacsony humorforrást kell adni embereknek, mert... De Adam Sandler úgy játszik nőt, mint az Irigy Hónagymirigyben azok a pojácák. Hát nem játsza el, csak beöltöztetik egy női ruhába, ráadnak egy parukát, és pojácáskodik. Hát de komolyan, mi ez a szakmunkás humor? Milyen szint ez, komolyan? Ugye, láttátok a Dusty Hoffmannal az aranyoskámat, ahol egy nő el van játszva egy férfi által. De itt nem, itt egy pojácára ráadtak egy női ruhát, és lett belőle egy nőt játszó férfi pojáca. Mi ez? Mi zajlik itt? De a pofám leszakadt, komolyan! És amúgy meg éreztétek azt a pillanatot, amikor ülnek és beszélgetnek egymással az Al Pacinóval, és mondva, amit az Al Pacino is nem vicces és nem röhögnek. Pontosan! Tehát, hogy a film már kinéz, már kiszól és elmondja hozzá, tudom, hogy nem vicces. Itt vagyok veled együtt és kínosan érzem magam. De az, nem! Azt hiszed, hogy te vagy nem? Nem! Ez csak nem vicces egyszerűen. És igen. Ilyen az összes többi is igazából, tehát hogy őszintén örülök, hogy most nem kell végignézni az összes ilyen borzalmat, de mind az, hogy egyre lejjebb mentek a humorforrások terén, és ez valószínűleg a legalább. És tudjátok, hogy mi a szörnyű? Hogy az Al Pacino azért vállalta ezt el, mert már azt érezte, hogy ciki, hogy ő nem vállal el egy Adam Sandler vagy Ben Stiller filmet, mert már a Jack Nicholson is vállalta, meg a De Niro is, és most akkor ő kimarad ebből, és meg a Dusty Hoffman is, és akkor ő most itt, holott éppen erre kellett volna, hogy büszke legyen. Hát éppen ettől volt ő az Al Pacino, hogy nem vállalt el ilyesmit. És de hogy ez a szörnyű megfordul az értékre, tehát hogy Hollywoodban minden a feje tetejére áll, és Al Pacino elkezdi kínosan érezni magát, hogy még nem csinált magából hülyén nyilvánosan soha. És siet bepótolni. Így van, de nem szükséges egy nagy nevű színész tönkretennünk ahhoz, hogy igazán átérezzük ennek a humor forrását, ennek a műfajnak. Elég például csak babává öltöztetni egy felnőtt férfit, mint például a Tök alsó 2-be. Ennél jobban lehetetlen megfogalmazni. Én még annyit tennék hozzá, hogy láttátok ezen a South Park részen, hogy ez mennyire elbetemülten régi. És azóta nem álltak meg. Még valamit ki lehet találni, amiből fallikus szimbólumot tudunk csinálni.
És egyébként az a vicc, hogy jó, a répát nem, de a kisgyerekeset azóta már meg is csinálták. Tehát a pofátlanság ne tovább eljutottunk olyan szinten, hogy nem lehet többet kihozni Rob Schneiderből. Nem azért nincsen mostanság a mozi vásznakon, mert visszavonult, vagy átgondolja az életét, vagy a családjával akar lenni. Azért nincsen, mert gondolkoznak azon az új ötleten, ami még nem volt, és a péniszét bele tudja tenni. Igazából azt hiszem, hogy körülírtuk, hogy mi nagyon rossz ezekben a filmekben, de fontos megjegyezni, hogy vannak azért jók. Tehát a karakter központú filmgyártás az nagy részében eredménytelen, de pár embert ki tudott jönni belőle úgy, hogy voltak azért jó filmjei. Ilyen például szerintem Ben Stiller, aki gondolhatok róla, ahogy tetszik, tényleg volt neki is rengeteg borzalmas filmje, de volt egy pár olyan alkotása, amiben konkrétan összefel magát játszva, és mégis élvezetes jó alkotás. És ugye utána nézőnek az egyik kedvencem ugye a Zoolander, és sokat dolgozom azon, hogy miért jó film, mert ha megnézitek, igazából ebben is tele vannak olyan poénokkal, az borderline meleg, meg testnet, meg egyéb ilyen buszustanságok, és mégis ez a film, ez számomra is, meg hát a kritikusok szempontjából is egy teljesen élvezhető film. Igazából az van, hogy Ben Stilleren kívül vannak dolgok ebben a filmben. Vannak történetek, megyünk helyekre, valaki el akar érni valamit, Fred Durst, David Bowie, kihozták a legtöbbet, amit a műfajban lehet. Dolgoztak, tehát próbálkoztak. Igazából ebben a műfajban ez az egyetlen hiány, hogy nem is kell próbálkozni. Amennyiben valamilyen szinten valaki úgy gondolja, hogy srácok, mi lenne, hogyha ezúttal nem a mocsok szalfémeket gyártanak, rakjunk bele három gondolatot, akkor már rögtön egy műfajat tekintve egy teljesen korrekt film jön ki. Hát ez a szörnyű, hogy egy olyan elátkozott műfajról beszélünk, amelynek, hogyha már van némi cselekménye, akkor már ünnepeljük. És már hivatkozási pont. Ez a szörnyű, tehát ha már nem azzal próbál lekötni minket a film rendezője, hogy a WC-be belejtett krumplit kiszedi, megszabálja, holott nem tudom, hogy figyeltétek, amikor beleesett 6 szem krumpli a tele doboz krumpliba, tehát maradt egy valamennyi krumpli, de ő elkezdte a WC-ből kijelni. De elképzelem azt, hogy hogyan a forgatókönyvő így megírta, és így az nagyon jó ötletem van. Bele fogja ejteni a WC-be a krumplit, és kizabálja abból. De miért is? Tehát arról az, hogy be van zárva, és kurva éhes, és két napja neve? Nem! Csak kizabálja, mert gusztustalan, és azt a néző szeretni fogja. Miért fogja szeretni? Mert feszeng, és nem adunk neki más lehetőséget, mint hogy kínjában röhögjön. Erről van szó. És az Zoolanderről tényleg el lehet mondani, hogy van egy társadalom kritikai éle. És ennyiben valóban sokszorosan több és jobb, mint a hozzá hasonló filmek, amelyeket nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugyanaz a színész Sandler, Stiller és Schneider játszik. De mégiscsak elmondható, hogy legalább a divat szakmának erre a borzasztó dekadens és primitív és aljadék ostoba világára azért mégiscsak rámutat. Ennyiben mégiscsak nyilvánvalóan az erényeit azért ki lehet emelni. Így van, ez azért, ahogy láttuk, akkor a teljesítmény. Tartsák a társadalmat. Úgy hívják, hogy családi filmek, pedig arra valók, hogy a kerek színvonalához infantilizálják a komplett családot. És ez egy nagyon-nagyon sötét tendencia. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen film milyen iszonyatosan nyálas, és milyen iszonyatosan kritikátlan. Tehát ott van például a Free Willy című film. Az egy életveszélyes ragadozóról szól. Az nem egy játékos jószág. Az egy csúcsragadozó, az olyan, hogy a tengerben, így ő a, tehát olyan ő a tengerben, mint a szárazon, mondjuk az a szibériai tigris. Kinek jutna eszébe ezt cukcukiság faktorra felhasználni? Pusztán azért, mert így a vízből így kiemelkedik, és olyan fehér, mint az ilyen 30-as években a cipője ezeknek a gengsztereknek. És ettől ez így elnyeri a cukiságot. Nem tudom, hogy tudjátok, hát ez biztos, ez egy közismert tény, hogy mi a különbség a mókus és a patkány között. Ez semmi, csak a mókus az elment egy PR ügynökséghez. De körülbelül ugyanez a helyzet, ugyanez vonatkozik a svábbogárra és a katicára.
Látott már valaki valaha csótányt menteni a Balatonból, bárki? És azt higgyétek el, hogy a pöttyös kitimpán cél az a marketing máz. És ami alatta van, az egy kurva untorító rovar. De tényleg, és ugyanez vonatkozik Willire. Ugye, Willi. Tehát, hogy mi jó barátunk, hogy vagyunk Willi meg én, ugye? És Willi, ugye, aki egyébként egy életveszélyes ragadozó, csak ez nem tűnik fel nekünk, mert tényleg kurva csinos. Ez tagadhatatlan. Így van, és ugye emlékeztek, hogy Willinek a legnagyobb problémája az életben az, hogy a hátsó uszonya, nem tudom, hogy hívják pontosan, az így lekókadt. Na most, mivel állatokkal foglalkoznak ezek a filmek, néha muszáj behozni az állatkínzást, az állattartást, az állatok körüli problémát, kozmetikaipar, minden, mint hogy muszáj ezeket behozni, mert nem lehet túl sok mindent csinálni egy állattal, úgyhogy sok ember egyszerre felfogja a lényegét, és valamilyen szinten drámát szüljön. De az egészen fantasztikus, hogy Willinek a problémáját nem az állatkínzás, nem az, hogy gyerekek basztatják megállás nélkül. A Willinek a legnagyobb gondja az, hogy miért ilyen lekókat? Hát, ha majd kiúszik, akkor majd feláll. Megmentjük! Ezért érdemes elmenni érte. Erre a problémakörre majd vissza fogunk térni nyilvánvalóan, de elsőre csak állatokról beszéltünk, pedig ugyanabban a stádiumban vannak a gyerekek is ezekben a filmekben. És nézzük meg az... Számomra az egyik legfantasztikusabb filmélményt ebben a kategóriában, a Mini Zsenik 2. A Mini Zsenik 2 című filmről azt kell tudni, hogy a Mini Zsenik 2 minden idők legrosszabb filmje. Ugyanis az IMDb-nek van egy bottom listája, ahonnan a Mini Zsenik 2 letaszította az Álom.net című filmet. Büszkeségemre szolgál, hogy előtte az Álom.net az teljes másfél éven keresztül volt minden idők legrosszabb filmje, most már csak a hatodik, de hogy bírhatta volna a versenyt olyan csecsemőkkel, akik titkos ügynökök? És ennek a filmnek a második részéről beszélünk. Parancsoljatok, és folyjon ki a szemetek a látjátok. Csecsemőgyilkosság! A szó, amit kerestek. Erre, amit láttatok, van egy találó kifejezés, celluloid pedofília. Nézzétek ezt a plakátot. Nézzétek ezt a gyalázatot. És ezekhez a gyerekekhez szülők tartoznak, akik kiárusították a gyermekeik testét, lelkét és szellemét, valamint komplett jövőjét, ezért a mocsokért, azért, hogy a valaha volt legrosszabb filmek listájának csúcsán szégyentelenkedjenek. Gratulálunk, és köszönjük a szülőknek, hogy hozzájárultak ennek a világméretű szennynek a terjesztéséhez. És ha megnézzétek egyébként, ennek volt-e mögött pénz? Ez nem egy ilyen Manos című kálvári, ami egy amatőr filmes, vagy nem, ez egy Birds, hogy ilyen Pandemic, ami ilyesmi volt a címe, vagy ahol GIF madarak támadták meg az emberiséget. Itt animátorok dolgoztak, sokan! És bevetek egyik nap, és azt mondták, hogy srácok, most akkor ezt a repülőcsecsemőt kéne megcsinálni, ahogy felnőtt embereket szétvernek. És nem lőtte semmi fejbe magát. Megpróbáltam utána, hogy ez egy öngyilkosság nem volt a szettem. Gondoljatok bele, hogy milyen eszméletlen lélekülő dolog lehet az, mint színész akár beküldenek, és azt mondják, hogy kijön egy rakás csecsemő, és te megpróbálod őket megverni, tehát rátámadsz egy térdigérő ember kezdeményre, és szétrúgja a seggen. És sírva menekülsz, mert szuper csecsemők erősebbek voltak nálad. De igazából minden mellett azt gondolnád, hogy biztos, hogy én mindenkinek tudom ajánlani ezt a filmet. Nézzétek meg, ez egy élmény végignézni, ahogy felnőtt férfiak sokasága megpróbálja komolyan venni ezt az alapanyagot, ezt a szöveget, és végig megcsinálják másfél órán keresztül. Én egy valamire vagyok kíváncsi. Eldobnak egy CD-t vagy egy DVD-t. És az nem esik le 3,5 percen keresztül. Mert az a kis kretén, az távirányítja. De hogy a szarba kell távirányítani egy olyan tárgyat, amelyben nincs mozgó alkatrész? Hogy? Mit nyom meg, és az milyen hatása van egy darab műanyag lemezre? Hogy kell a levegőben tartani egy műanyag lemezt távirányítva? De ezt
leszarjuk. Tehát az ilyeneket, és közben meg egy valaki pénzt elköltünk erre a szart. Nem értem. De Robi, Robi, tényleg ebből a klipből a repülő CD volt a legnagyobb bajom. Eldobok egy CD-t és nem esik le 3,5 percen keresztül. Mi ez? De a kisanyagi lézer nyilat lő, és ettől egymásba buzulnak a katonák. Azok egymásba buzultak? Én azt hittem, hogy azért sírt, mert fáj a seggel. Nem. Az buzi lett? Megtalálták a szentét. A gyerekek, a felnőtteket buziványi lasszák. Így van. Nehéz lenne elismerni, hogy a állampontnetnél van szarabb. Erre még aludnom kell egyet, nem még korai lenne, úgy gondolom. Várj, próbáljuk segíteni egyet. A gonosz, aki bejött, náci. És a berlini fal mellett egy munkatábor tartott fönn csecsemőknek. Amikor azt gondolnád, hogy ez csak szar, akkor sértő is! Srácok, nem elég! Hozzuk be a nácikat és valós történelmet bele! Ez hiányzik a napszemüveges csecsemők című filmből. Valós, tragikus dráma! És a néger gyerek az miért van benne a tojásban? A tojással szaporodnak a négerek! Micsoda rasszizmus! Mintha csak nácik terjesztenék, akik a berlini fal mellett gyerekeket dolgoztatnak! Erről is van egy jó sztori. Tudod, hogy hogy kapta, hogy miért lett labda? Mert berakják egy gépbe a csecsemőket, és ez a gép megtalálja az ő igazi erejüket. Színesen nézzétek meg ezt a filmet. Megtalálja a csecsemők igazi szupererejét, és akkor van a kisfiú, aki nagyon okos lesz, ő az, aki kijön és a fenekekről olvas. Ez nem minden egyébként semmit. Az egész zajlik, ott van a sarokban és olvas. Szupererő. A pelenkákról? Igen. Hát, tudjuk, hogy a felnőtt ügynökök általában a szarásról, WC-papírról, ilyenekről szoktak olvasni. Igen. Gyerekek ennek megfelelően. Így van. Van a másik, az Ámorka, az egyetlen lány nyilvánvalóan érzelmi szupererővel rendelkezett. Van, aki nagyon erős, van, aki stb. A néger gyerek, ő labda. Nézd magadba! Labda! Tudjuk, hogy a négereknek jó a labdaérzékük. A kosár labdázat, meg a amerikai foci labdázat, egyben dobja a labdát a kosárba, az jó, ott csuktatja a labdát, meg a néger, de néger gyerek, nem? Boldogan. Minden egyes jelenetemet kéne meg egészen fantasztikus, erre külön kéne tartunk egy estét. Legyen átkozott mindenki, aki részt vett ennek a készítésére. Viszont eltávolodva egy kicsit a gyerekektől, ugye a másik az interneten, aki életében egyszer betette a lábát az internetbe, azt tudja, hogy elsők ugye a macskák, és utána szorosan jönnek a kutyák, akik nem annyira aranyosak, de azért elég aranyosak. De! Egy újabb szériát fogunk most megtekinteni, mert egy kurvára nem volt belőle elég. A kutya és macska aranyos nevelék, beszélnek. Pársalogjanak is legyenek James Bond ügynökök is. Kérjük a bejátszat. De a én esküdni merek. Én a fejemet felteszem arra, hogy ennek a filmnek a készítői egy az egyben és pofátlanul ellopták a macskafogót. Tehát, hogy látták a macskafogót, és azt mondták, hogy ellopjuk, de a macskából csinálunk kutyát, vagy a egeret, az egérből meg csinálunk a macskából meg kutyát. Az egeret, abból a kutyát. És de hogy ilyen gátlástalanul, mert hogy ugye pont erről van szó, tehát ezt a szart már megcsinálták jól, de Hollywoodban ezt nem tűrhetik. Ez a remake-ek világa, és ők ezt lelopták. De utána nem elég, hogy lelopták még egyszer, hogy lelopták, mert az még egyszer kellett. Tehát, hogy ez eleve a beszélő állatos film, az mindennek az alja. Hát az állat, amikor így mozgatja a száját, és akkor azt ők vagy leanimálják, vagy pedig olyan mennyiségű felvételt készítenek arról, hogy rág, így mindig adnak neki ilyen nagyon kicsi falatot. Hogy ezt így jól hátul így elrágja, és akkor közben azt mondja, hogy jelentem, az egész emberiséget megmentettem.
De hogy ki tud ezen szórakozni? Mert hogy ebből minden hiányzik, ami a macskafogót színvonalassá, és szórakoztatóvá, és viccessé, és reflexívvé teszi. Ez viszont high-tech. Mert ez a lényeg. Tehát ez a high-tech látvány és élmény. Az egész az élményről szól, és minden, ami egy kicsit is tartalmi, vagy minden, ami egy kicsit is eladná nekünk ezt a koncepciót, hogy kutyák és macskák, illetve egerek, ez így eleve hiányzik belőle. Ilyen szempontból nem értek egyet, hogy szerintem nagyon távol van a macskafogótól olyan történeti alapon, tehát hogy nem gondolom, hogy ezek az emberek látták azt, hogy bármi más haszna vehető filmet, miért ezt megcsinálták, de ami nagyon fontos, mondtad, hogy mi az, ami ezt fenntartja, nem is a high-tech, hanem nem tudom, látjátok a címet, Destiny is in their paws. Na most, mi magyarok kulturálisan nagyon szeretjük a szóvincet. Ha valaha meg akarod utálni, akkor nézd meg egy másfél órás filmet arról, hogy folyamatosan, hogy macska és kutyás szóvincek. És gyakran a történet úgy alakul, hogy elsüthessenek egy ilyen szóvincet. Tehát hogy tudjuk belerakni újat, igen, mert macskák hova szarnak tényleg abban a macskalomban. Jó, valahogyan találkozzunk kell vele! Össze kell szednünk egy láda macskalmot valahol, valahogyan. Tehát hogy ezt a filmet, igazából ezt az egész koncepciót a szar szóvincek alkotják, és ez megérte annyira, hogy folytatás legyen belőle. Az az egész koncepciónak, a egyébként ennek a műfajnak van egy nagyon érdekes eleme, ami látszólag science fiction, de valójában delfin, kutya, gyerek, majom film, és ez pedig az E.T. Az E.T. az egyetlen olyan film, ahol az állat helyére egy űrállat kerül, nehogy bár az egy magasabb intelligencia legyen, az az E.T., amelyik egy ilyen, hogy mondjam, ilyen csodás képességei vannak, de az állarcos bálon, amikor így a fejét átszúrja egy nyilvessző, és így kurva gagyin meg van csinálva, akkor meg akarja gyógyítani. És ez az űrből jött, mert ez egy magasabb intelligencia. Tehát nem ismeri fel, hogy ez... Hogy maradjunk abban, hogy ez egy fogyatékos faj. Az E.T. az egyébként egy az egyben ez a koncepció, tehát ez a majmos, kutyás, delfines világ, ami ennek a kulcsa és a mozgatója az mindig a gyerek, a gyerekhős. Tehát, hogy a sztori középpontjában mindig egy gyerek van. Ő akarja megmenteni Willit, ő az, aki szereti a kutyát, és ő az, aki a kutyával, nem tudom én, kalandozik, vagy hozzájön vissza a kutya, ha elkóborolt, vagy bár. Tehát a gyerek a fontos. És az az érdekes, hogy ezek a gyerekek érdekes módon sosem szöcskék lábát tépkedik ki, hanem megtanítják a felnőtteket és a világot arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Olyan erkölcsi színvonalon állnak, amit a felnőtt emberek csak nyomoznak. De ne legyünk ilyen cinikusak, és tekintsük optimistán a gyermeki lélekre. Ezekben a filmekben nem a világ rontja meg a naív gyermeki lelket, hanem a gyerek tanítja, és tanítja meg a felnőtteket, és váltja meg a felnőtteket. Akik így rájönnek arra, hogy de régen voltam gyerek. És akkor, amikor gyerek voltam, ezek az egyszerű igazságok még olyan kézenfekvőek voltak. És ez büdös, nagy, undorító hazugság. Tehát soha. Tehát ez az, ami az életben soha nem történik. Tehát soha nem a gyerek gyógyítja meg a felnőtt lelkét, mindig a gyerek rontja meg, meg deformálja a gyerek lelkét. Ha valaki valaha pszichológia könyvet csak annyira kinyitott, hogy írta Rita Atkinson, az már tudja ezt. Tehát ez, és ezeket a filmeket mindig ez mozgatja. Tehát, hogy az elején a felnőtt még cinikusan áll. Mi az, hogy delfin? Igen, de ki nem szarja le a delfint, mikor a GDP éppen emelkedik, vagy szuhat. De ő ezzel foglalkozik, mit neki a kutya, E.T., így szétszedjük az agyát az E.T.-nek, és kiderül, mitől olyan tehetséges, és akkor elérjük a világot. De nem. Elliot, a kisgyerek, és az a szeretet, így kiárad a felnőtt emberekre. Így kiömlik. És ők mind valamit. Valamit megtanulnak. És ez olyan undorító hazugság, ez az, amit általában Hollywood hazudik, hiszen törvényt alkot abból, ami ezer esetből egyszer történik meg. Na ebben az esetben
soha nem történt. Tehát ilyen soha nem történik, viszont a delfines, kutyás, ípis, gyerekes és majmos filmekben mindig ez történik. És ez valami annyira elviselhetetlen az én számomra, hogy át is adom a szót. Én nem gondolom azt, hogy Hollywood mindig hazudik, Hollywood maximum azzal hazudik, hogy levágja a film végét. Hogyha Free Willy-t megnézitek, igazából az, azzal zárul, hogy mindenki börtönbe megy. Mindenki. A bálnát levadásszák, visszahozzák, az apuka börtönbe megy, a gyerek börtönbe megy, vagy megoldják, fiatal, nem érdekel, börtönbe megy. Veszélyeztetett egy már alapból veszélyeztetett állatot, és ellopta, és rávette, hogy ugorjon át egy hatalmas köves gáton. Igazából ezekben a filmekben nem az a legnagyobb probléma, hogy esetleg hogy a gyerek úgy viselkedik, mint egy 30 éves felnőtt. Mert ez valami, valahogyan ezt már megtanultuk elfogadni, akkor is, hogyha, ahogy látunk, csecsemők küzdenek meg a nácikkal. Vannak ilyen gyerekek, akik egy racionális 30 éves mentális képességével rendelkeznek, fucking fine. De még a kutyáknál és a macskáknál is ez van. Ennek a második része. Láttam. És szeretem a munkám. Benne van egy üzenet, és ez az, ami igazán undorító volt. Benne van egy üzenet a faji toleranciáról. Mert macska és kutya egymásba szeret. Hogy? Tehát ezzel nem üzenhetsz gyerekeknek, hogy tiszteljék az embertársaikat, hogy más a szőre, vagy más, hogy nyírják, vagy más, hogy kutya, vagy kutya és macska köze sincs ahhoz, amit ők közvetíteni akarnak. Álljon meg a menet! Amikor a kutya meg a macska egymásba szeret, az nem olyan, mint amikor a kínai néger kúrnak. Hanem az olyan, arra tanítjuk a gyereket, hogy áll már a farkad, dugd meg a kecskét. Így van. Nem játék. Nem játék a kutya meg a macska. Nem arra való, hogy dugjanak. Ez nem faji tolerancia, tehát az interracial, annak van a jó értelme, amikor a feka meg a fehér nagyon gusztusosan elégítik ki egymást, és van a rossz értelme, amikor oda áll a nagy darab polgár ember az apró kecske mögé, és örömet szeret magának. Nem, a interracial mind a kettő, de másképp. Igen. Mindenesetre jó, hát is remélem, hogy ezt rengeteg gyerek megfogadta. De ha már itt tartunk egyébként, már is tanultam valamit, mám. Viszont ezzel jó, hogy felhoztad a kecskét. Nem hittem volna, hogy kimondom ezt a mondatot. Jó, hogy felhoztad, mert igazából ezeknek a filmek. Yeah. Szóval igazából ezeknek a filmeknek van egy nagyobb bűne, az pedig az, hogy az állat és csecsemő kínzás az teljesen okévá teszik. Tehát, hogy ezeket a filmeket nem lehet úgy leforgatni, hogy ezek az állatok jól érzik magukat. Nem lehet azt leforgatni, kajával fenyegetni, mert rág! És a gyereket is lerakják, szegény semmi más nem akar, mint az anyja mellett lenni, és valahol ott aludni és melegben is vannak. Nem! Meg fogjuk halimálni a pofádat, úgyhogy tartsd egyenesen a fejed, és nézd kedvesen! De ez ugyanolyan, mint a pornóban a Viagra. Viagra! Még! Már nem bírok Viagra! Még! Ne kell kokain! Nem, már nem bírom! Akkor injekció! Tehát, hogy ez régen nem az élvezetről szól. És az állatkínzás, és onnan lehet tudni, hogy nagyon megkínozzák az állatokat, hogy a végén mindig kírják, hogy egyetlen állat nem sérült meg a film forgatása során. Testileg. Ja. Nem, utána még mozgott. És ha már itt tartunk, van egy olyan film, ami egyébként pontosan ezzel foglalkozik, szerintem zseniális módon, ez pedig a legújabb Majmok bolygója. Prequel, azt hiszem. Hogy emlékeztek erre a filmre, ez pontosan úgy kezdődik, mint minden ilyen szar, amiről eddig beszéltünk. Van egy aranyos kis majom, és tök cuki, és befogadja ez a srác, és összebarátkoznak, és együtt nőnek föl, és aztán a majom kezd egy forradalmat, és összeszedi a többi majmot, és az emberiségre támadnak, és győznek. De most ez az első három mondatig volt minden, amiről eddig beszéltünk, és ennek a filmnek volt pofája, azt mondani, hogy jó, oké, van ez a kis aranyos majom, mondjuk többet annál, hogy van. Kezdjünk valamit vele, hogy jó, oké, még a forradalma ez egy elég erős dolog, de alapvetően ebben a filmben felhozzák ezt az állatkínzás témát, ugye ez a
kutatások kapcsán, az ilyen klinikai kutatások kapcsán. Felhozzák az állatkínzás kérdését, felhozzák a mit csináljuk, hogyan kezeljük őket, mennyi joguk van, mint állatok. És képes beszélni hozzánk erről. De most nyilvánvalóan ez nem az, amit a 4 éves öcsének megmutatsz, hogy na, gyere, menjünk moziba! De az nem az, amire rámutat, hogy ezt akarom látni! Cuki majom! Majom! Úgy meg simizném a szörös vonalját, nem? De a lényeg... Nem repül ki a vonaljából, az azért veszélyes ám a majomban. Csak úgy nyúlkálni. Vigyázzá! De nyilvánvalóan ilyen szempontból nem a műfaj terméket, egy nagyon fontos pontot mondják, hogy így lehet így értelmes állatokról úgy beszélni, hogy azzal tudunk is mondani valamit. És egy gorilla lecsap egy helikopter, bocsánat. Az elátkozott műfajról talán ennyit, és jöjjenek a még elcseszettebb műfajok. Lassan-lassan közeledünk a dobogóhoz. A 4. helyen az elcseszett művészfilmek állnak. Ugye azt tudjuk, hogy Hollywood az mindig a legnagyobb tömegeket igyekszik megszólítani. És ezért Hollywood mindig szuper közérthető. Csak hogy létezik egy ellen Hollywood, amelynek nem az a dolga, és nem az a legfontosabb feladata, vagyis nem azt tekinti a legfontosabb feladatának, hogy valamit elmondjon úgy, ahogyan neki víziója van arról, hanem hogy pont az ellenkezőjét csinálja annak, amit Hollywood minden értelemben. Tehát egyszerűen szakmai és etikai, erkölcsi minimumnak tekintik, hogy maximum 25 ember értse a filmjüket. És mindegyiket személyesen ismerjék a telefonjukba, benne legyen mindegyiknek a száma. És emellett művészi ambíció az ő számukra, hogy abból 15, szeresse is a filmjüket. Hát ők ambicionálják, tehát ők nem úgy vannak vele, hogy ők megelégszenek azzal, hogyha a 25 nézőjükből 5 érti, vagy 5 szereti a filmjüket. Nem. Nem. Ők egy színvonalas filmet akarnak csinálni. Tehát nekik az a céljuk, hogy annak a 25 embernek, aki az ő filmjüket érti, annak a magánügye legyen az a film. Tehát, és ezért ezek a filmek, ezek gyakorlatilag mindent nélkülöznek, ami Hollywoodban van. Nem ami Hollywoodban rossz, vagy ami Hollywoodban jó. Jó, a celluloid szalagot nem. Tehát, hogy ez az egyetlen közös elem. De gyakorlatilag arról van szó, hogy az ő számukra kulturális követelmény annyira gyűlölni és megvetni a tömegfilmek világát, hogy gyakorlatilag kiöntik a gyereket a fürdővízzel együtt. Tehát elvetnek mindent, ami még csak nem is Hollywood, hanem maga a filmművészet, vagy bármi, ami a filmgyártás örökelénye volt, az elvetik a közérthetőséget, elvetik azt, hogy egy jó film az feszes, cselekménycentrikus, hogy követhető, és hogy magában ragadó. Ez náluk mind megy a szemétre. És nem azért megy a szemétre, mert ő nekik olyan víziójuk van, ami ezzel ellentétes, hanem azért, mert minden elemében lázadni akarnak a mainstreamnek, minden áron és teljesen öncélúan. Tehát olyanok, tehát hogy tacos módon elvetnek mindent, ami egy filmet nézhetővé vagy befogadásra alkalmassá tehet. Az én szememben például a Keresztapa az egy művészfilm. De a Makoni gyermek, és ezt nem félek kimondani, az a Klinovének a borzalmas filmje, az nem művészfilm, az egy kalapszar. Hát az egy kalapszar, mert se cselekménye, abszolút nem érthető, egy ordinári fasság és gyakorlatilag nézhetetlen. De jó sok ilyen film van ám, tele vagyunk ilyen filmekkel, az nem egy erény egy film részéről, hogy zavaros a cselekménye, hogy nincsenek benne dialógusok, hogy baszottul unalmas, hogy a végén úgy állsz fel a székből, hogy miért kellett elbasznom az egész estémet. Ezek nem művészi erények. Sokan fogják visszajelzni nektek azt, hogy igen, ne higgyetek nekik. Ezek sznobok. Majd kicsit később szót ejtenék a sznobizmus lélektanáról, hogy értsük, hogy miért készül ezeknek ez a sok szemét film. De azért azt javaslom,
hogy nézzünk bele. Bárcsi, egy kicsit bocsáss meg, de ezt muszáj kiegészítenem azt, amit mondtál. Én ezt olyan téren látom más, hogy teljesen igaz, hogy az ilyen... Tehát nem művészfilm, nem az egész, hanem vannak azok a fajta filmgyártók, akik nem szeretnek téged. És én ezt abszolút érzem, és egyszer tapasztaltam is egy lányt, az egyik gyártában egy lányt tanítottam filmet gyártani, és ő mondta nekem, mondott egy tök jó filmetletet, és mondtam, hogy én ezt nem értem. És valószínűleg senki más sem fogja. És mondta, hogy nem baj, mert hogy ezt én értem. És itt jöttem rá, hogy a művészet az kommunikáció. Nem lehet úgy semmilyen, de képet se gyártani, hogy nem akarsz bármilyen szinten is beszélni ahhoz, aki nézi. És amikor az emberek fel vannak háborodva azon, hogy és én a Guggenheimben láttam egy ilyet, hogy egy fénycső, két fénycső, három fénycső. Ez egy installáció, ez egy múzeumba berakták. Hívtak egy elektromos mérnököt, és azt mondták, hogy figyelj, úgy kéne vezetni, hogy itt lesznek fénycsövek. És az milliárdokért vettük, úgyhogy kurvára vigyázzál rá. És kép fénycsövek. Azért vannak az emberek ezek felháborodva, én szerintem, legalábbis nekem ez fájó, hogy nem, semmit sem akar adni neked. Nem kell, hogy te élvezd a fénycsöveket, leszarom. Én művész vagyok, nem érted, akkor ez van. Tehát igazából ez az a különleges fajta művész film, amiről most beszélünk, ami nem szeret téged, nem akarja, hogy te élvezd őt. Sőt, a minimális szadizmus szintjével képes akár 9 óra hosszú is lenni.